megállapítom, hogy a tisztviselő képviselő testület 8 ügyvel határozatképes számban megjelent. Orrai Miklós képviselő jelezte, hogy közelebb egy kicsit késni fog hasonlóan Kőbányi András is. Dobovtári Gergolytával hatóban azt jelezte, hogy egy nagyon sürgősség miatt nem tud részt venni a mai képviselőtestület ülésen. Hát elég régen találkoztunk utoljára így a képviselőtestülettel és a kamerákkal, a Pilis TV nézőivel is, úgyhogy én azért röviden összefoglalnám, hogy mi történt 2020. 10. hó 28-a óta, ha jól emlékszem, ekkor volt az utolsó rendes képviselőtestületi ülésünk. Ugye a járványnak a tavaszi hulláma alatt már rutinosaknak voltunk mondhatók. A járványkezelésben nagyon profi módon tette mindenki a dolgát. Folyamatosan haladtak a fertőtlenítések, valamennyi középületünket, közterületeket fertőtlenítettük, és nagyon szépen sikerült kezelni ezt az egyébként elég nehéz helyzetet. Olyannyira, hogy különböző ilyen agytröztök meg is kerestek bennünket, és interjúkat csináltak, videóinterjúkat és tanulmányokat írtak a védekezésünk technikáiról. Úgyhogy köszönet mindenkinek, aki részt vett a járvány elleni védekezésben, elsősorban természetesen az egészségügyi és szociális szféra dolgozóinak, az orvosoknak, az Ezüstkor Szociális Gondozóközpontunk szakembereinek, a Solymeri Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek, a rendőrség és a közterület felügyeletnek, az egyenruhásoknak, de valamennyi képviselőnek is, aki segített a immáron most már mondhatjuk úgy, hogy másfél éve tartó járványhelyzet, és reméljük, hogy most már vége van és végére értünk a járványhelyzetnek, ennek a kezelésében is hasonló köszönet az oktatási szakembereknek, óvodáknak, iskoláknak, pedagógusoknak, mert egy merőben új helyzet állt elő azzal, hogy távoktatást kellett, aminek nem igazán volt még előzménye Magyarországon bevezetni, és ezzel többé-kevésbé sikerült megbirkózni, de hát mondjuk az se egyszerű, ha mondjuk egy gyerekközösségben figyelni kell arra, hogy ki lehet beteg, vagy ki fertőzhet, tehát köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett. Még egyszer mondom, nagyon bízunk benne, hogy a járványnak ez a harmadik hulláma, most már lecseng, az, hogy lecsenget, azt már látjuk, most már csak az a kérdés, hogy kitör-e újra. Én nagyon bízom benne, hogy nem fog. Napokban jelentették be, hogy országosan az oltottság pillanatokon belül, órákon belül el fogja érni az 5,5 millió főt, tehát ha azt nézzük, hogy a Magyarország felnőtt lakossága az körülbelül 8 millió ember, ez egy nagyon komoly százalék. Egyébként nem hivatalos adataink szerint Csolymáron hasonló, illetve magasabb a beoltottság aránya, mint az országos átlag, tehát jóval magasabb, mondjuk inkább úgy. Ugye online egyeztettük a költségvetés, mint a minden évben a legfontosabb rendeletünket, ez elkészült, megalkottuk a rendeletet a jegyzőúrral, és ennek megfelelően elkezdtük a költségvetés végrehajtását, aminek mindig a legérdekesebb része a fejlesztések és beruházások. Sikeres közbeszerzés után megindult az Ásvány utca újjáépítése, ez az idei legnagyobb beruházásunk, több mint 100 millió forint értékben saját erőből végezzük el. Aki arra járt, tudja, hogy jelenleg már a Cserje utca magasságáig délről haladva, tehát a Barlang utca felől haladva elkészültek a szegélyek és szikasztók utak, sőt már a járda alapozása, illetve már az út alapozása is elkezdődött a fagyvédő, illetve az alsó teherhordó rétegeknek az építésével. Egyelőre úgy tűnik, hogy semmi nem hátráltatja a munkát, sikerült helyben minden olyan műszaki problémát egyeztetni, ami ilyenkor fellép, mikor megbontjuk a talajt. Úgyhogy jelen állás szerint
Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha nem találunk egy 1500 kilós repülőbombát például, akkor nagy valószínűséggel valóban augusztus végére át tudjuk adni ezt a 480 méter hosszú útszakaszt, ami egyik utolsó olyan összekötő útunk, amely aszfaltozatlan volt ugye a Hutvejdén. A Solymári Település Üzemeltetési Kft. Elkészítette a tereprendezést és a támfal megerősítéseket a tűzoltószertár mögötti telephelyén, és neki kezdett a tereprendezési munkáknak az új bázisának kialakításához. Mivel az építési engedélyt még meg kell szerezni az épület építésének megkezdéséhez, ezért addig átvezényeltem őket, hogy a Vasút utcai járdát kezdjék el csinálni. Ez első ütemben a temető és a Sport utca első bejárata, tehát a benzinkútnál levő bejáratig fog megtörténni. Hogy hogyan tudunk tovább jutni, illetve hogy a másik irányból, vagy valamelyik irányból milyen részeket tudunk megcsinálni, az sajnos még további egyeztetések kérdése. A probléma az, hogy ott van körülbelül 10 ingatlan, aminek a kerítéséhez képest a valós jogi határ majdnem kim van az állami főút szélén. Tehát gyakorlatilag az a terület, ami a ház előtt van, az az adott lakos tulajdona, tehát itt egyesével hozzájárulásokat kellene begyűjtenünk a lakosságtól, és egyelőre voltak sokan, akik egyszerűen azt mondták, hogy nem engedélyezik, hogy járdát építsünk a területükre, úgyhogy próbálunk egyeztetni, meglátjuk, meddig jut el. Én azt kérem, hogy megépül a járda, vagy valamelyik része, akkor nem mondják azt, hogy ez a hülye önkormányzat megcsinált egy darabot, azt itt vége van, mert egyszerűen ez a helyzet. Még csak kisajátítani se igazán tudom, mert ugye állami terület ráadásul, ugye, tehát egy 3 méteres csíkot nem tudok belőle kisajátítani, úgyhogy az állami közút között van, tehát teljesen őrült egy jogi helyzet, de ameddig tudjuk, addig haladni fogunk. A Solymári Település Üzemeltetési Kft. Ugye Viszmajorból megcsináltuk a Lejtő utca vízvezetési rendszerét ott a vízbázisnál, a DMRV-nek a gépházánál, ami húzódott árok. Ezt utána egy új műtárgy építésével az üzemeltetés bekötötte a Kálvári utca rendszerébe, és ott azt a teljes vízrendszert kicserélte és újjáépítette. Ott az utca végén levő házakat öntötte el a víz nagyobb esőzéseknél. Most úgy tűnik, hogy rendben le tud jutni a víz a Hősök utca fölötti ejtőaknába, tehát ez a probléma, ami sok éve fennállt, ez is megoldódott. Megkezdtük a közvilágítás fejlesztését, több mint 200 lámpatest már fel vagyunk szerelve, ugye körülbelül 1400 lámpatest van Solymáron közvilágítási lámpatest, tehát már olyan egy heted része felszereltetett. A késlekedésnek az volt az oka, mert eredetileg június végére, tehát mára kellett volna befejezni, azonban az elektromos engedélyek borzasztó lassan haladtak, úgyhogy emiatt lassult ez a történet. Hasonlóan a térfigyelő kameráinkhoz, de remélem most már az is nagyjából egyenesben van, és hisz azokat is egyesével elektromos engedélyeztetés ki alá kell vonni. Sajnos el kell, hogy mondjam, biztos sokan tapasztalták, hogy bizonyos hatósági eljárások borzasztóra belassultak. Tehát a földhivatali eljárások, meg a különböző engedélyeztetési eljárások vélhetően emberhiány miatt, meg ugye az online problémák miatt, járvány problémák miatt óriási elmaradásban vannak, ezzel mi is nagyon sokat szenvedünk, mert ha bármit akarunk csinálni, az általában valami telekkönyvi manőverrel jár. A költségvetésben szerepelt a Közlekedési Bizottság javaslata alapján egy intelligens gyalogátkelőhely telepítése. Még mindig nem igazán kaptam választ egy-két képviselő kivételével, hogy hol legyen ez a világító zebra. Ugye ez egy olyan rendszer, hogy fényforrásokat telepítenek a két pontra, és az bevilágítja, amikor a gyalogos odamegy, és kiválóan látszik az áthaladó gyalogos, és az áthaladásra, illetve az odaérkezésre kapcsol be. Ezt már azt hiszem, hogy bemutatta valamelyik bizottsági ülésen a fejlesztő. A kérdés az, hogy a bemutatott helyszínek közül első körben ők azt javasolták, hogy vagy az Anna kápolnához, vagy
a Pilisvörösvári utca, a Kolvencede utca, tehát az Aranykoronánál a focipálya bejáratán levő zebrát alakítsuk át ilyenné. Ez a kettő az, ami könnyen megoldható, mert elektromos áramforrás rendelkezésre áll, és olyan a terület. Még várom a bizottság elnökének válaszát is, hogy melyik legyen, illetve még ha valaki javaslatot akar tenni, hogy melyiket válasszuk. Különben már indulhatna a fejlesztés, tehát ezen múlik. Egy kisebb fejlesztés, amit az utolsó pillanatban tettünk be a költségvetésbe, hogy a halásvizsgáló készülék a védőnéi szolgálatnál megadta magát, és ezért egy modern, korszerű audiométert sikerült beszereznünk, amivel a újszülöttek, csecsemők hallását lehet kiválóan vizsgálni, ez is megtörtént és leszállításra került. Fejlesztési pályázataink következőképpen állnak. 4 Viszmajor pályázatot adtam be, mint arról tud a testület. Mind a 4 nyert. Ez a jó hír. A rossz hír, hogy ezúttal alacsonyabb összegeket ítéltek meg. Az első a Füves utca útkárosodás, útbeszakadás. Itt a megítélt támogatás 2.974.000 forint, az önrésszel együtt így egy 4,5 millió forintos beruházás megvalósítására van lehetőségünk. Az Orgona utca, Mátyás utca, Munkás utca, Mátyás király utcai csomópont alatt, ami a térképeken valami miatt Mexikóként szerepel mindig a régi térképeken, ott egy elég komoly mederkárosodás történt, és ott el is öntötte, félelmetes felvételek vannak, hogy ilyen tengeré változott ott az a rész, ami időnként nem is folyik a patak. Lényeg az, hogy ennek a rehabilitációjára és kijavítására 12.953.000 forintos támogatást nyertünk, az hozzárendelt, testület által hozzárendelt önrésszel együtt ez egy 19,5 millió forintos beruházás lesz. Valamennyit át kell terveznünk, mert eredetileg sokkal több pénzt kértünk, tehát most egy más műszaki megoldást kell kitalálniuk a mérnököknek. A következő káresemény az az Orgona utcában 80 méter hosszon a burkoltároknak a szétszakadása és bedőlése. Ez ugye az Orgonának a hegymenetben bal oldalán van, szinte azonnal a kereszteződés után, vagy 50 méterrel a kereszteződés után. Erre 5.276.000 forintot nyertünk, ami összességében egy 6,5 millió forintos beruházást tesz lehetővé. És a Párkány utcában, a valamikori vízmű közelében, ugye emlékezhetnek még többen, hogy ott valamikor volt a PEMI-nek egy vízkivételi műve, egy ilyen záportározó szerűsége, ami ma már nincs meg, de a meder szét van esve nagyon sok helyen, és itt is egy óriási elöntés történt. Sajnos erre sokkal többet igényeltünk, de mindössze 3.806.000 forintot ítélt meg a belügyminiszter úr, így összességében egy 8 millió forintos mederrekonstrukcióra lesz lehetőségünk. 2 kisebb pályázatot nyertünk, mind a kettő a helytörténeti gyűjtemény fejlesztésére vonatkozik. Az első pályázaton 800.000 forintot nyertünk tárolóeszközökre, polcokra, speciális savmentes papírdobozokra, meg egyebekre, amikbe a dokumentumokat, meg egyebeket lehet tárolni, illetve mai hír, hogy a múzeum a kiállított eszközök restaurálására is sikerült 400 000 forintot nyernünk, tehát ez a két pályázat együtt 1.200.000 forintos fejlesztést jelent a helytörténeti gyűjteményben. Úgyhogy dr. Tóth Anna Piroskával, a múzeum vezetőjével együttműködve ezt a két pályázatot megcsináltuk, és mind a kettőt megnyertük. Jó hír, hogy van a 3 gyalogátkelő helyünk, ami itt is lesz a közbeszerzési döntések közt 48-as/2020-as. Ez még a régi előterjesztés, ez egy csomó 2020-ason. Na, szóval a 3 gyalogátkelőnek végre valahára megérkezett az összes engedélye. Tehát a 3 gyalogátkelőhöz most már hozzájárult a közút, a rendőrség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, aki az utolsó szót mondja ki, tehát megjött a
kormányhivataltól az összes végleges engedély, így valószínűleg ennek a közbeszerzésnek alapján az ősz folyamán meg tudjuk csinálni ezt a három gyalogátkelőt, tehát egy lámpás gyalogátkelő hely lesz a Györgyhegy utca torkolatának környékén, a Mátyás Király utcán, egy lámpás gyalogátkelő lesz a posta előtti területen, és hát a legproblémásabb, amivel a legtöbb bajunk volt, a PEMÜ gyalogátkelő, ezt úgy tudtuk engedélyeztetni, hogy körülbelül egy olyan 15-20 méterrel lejjebb hoztuk, tehát valahol a mostani gyalogátkelő és a Dohánybolt közt félúton, a Hanker közt félúton lesz majd az új zebra, de ez is lámpával védett lesz, és megoldjuk így az Ifjúság utca bekanyarodó sávját is, ahol most jelenleg nagyon romos a talaj, és állandóan kamionok használják parkolónak, ami miatt egy élmény kikanyarodni a Tersánszki emlékműnél ott. A főzőkonyhának elkészültek a részletes kiviteli tervei és a közbeszerzési dokumentáció előkészítésére alkalmassá váltak, ez is elkészült. Intézményi beruházások között a polgármesteri hivatal és a művelődési házban van egy-egy kazáncsere tervbevéve. Mind a kettő meg fog valósulni, bízunk benne. Az a szerencse, hogy a polgármesteri hivatal kazánja az épp most adta meg magát, és ma kaptuk a 1,5 milliós javítási ajánlatot. Hát erre nem lesz szükség, mert kb. 6 millió forintért egy új, korszerűbb kazánunk lesz, ezek helyett a gáztemetők helyett. A Solymári óvodában és bölcsödében, szintén mind a három épületben történnek fejlesztések, ennek egy része már elkészült, ugye a Napsugár óvodában nyílászáró cserékre kerül sor, a Kékoviban egy fürdőszoba, egy gyermek fürdőszoba teljes felújítása fog megtörténni, bizonyos vízes és egyéb munkák, a bölcsödében pedig, és ezt valószínűleg az üzemeltetés fogja megoldani, a teraszt kell átépíteni, mert a elmúlt 10 évben a terasznak az ágyazatai fái teljesen elpusztultak, úgyhogy ehelyett egy másik technológiával meg fogjuk oldani a fejlesztést. Gazdasági helyzetünk jelenleg. Én néha megdöbbenek Solymáron, mert mindenütt világvége hangulat szokott lenni, nekem is az volt, megmondom őszintén, a költségvetés tervezése közben, aztán ma megkaptam a 6. hó 30-ai adóbevételeket, és azt kell, hogy látnom, hogy a solymári vállalkozások pörögnek. Tehát olyan még nem volt az elmúlt 1-2-3-4-5 évben, hogy az adóbevételeink az időarányos előirányzatnak a tavalyi előirányzathoz képest 58%-on álljanak. Ez többek között annak köszönhető, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter ígéretének megfelelően megkaptuk az IPA második felét hiánytalanul, ez tegnap vagy tegnap előtt érkezett be a számlánkra, ez önmagában volt 59 millió valahány százezer forint. Tehát iparüzési adóban a teljesítés arányos előirányzathoz képest majdnem 45 millió forint a pluszunk, telekadóban 6, építményben 7, így összességében az időarányos teljesítést számolva, ugye a tavalyi előirányzatot és az ideit figyelembe véve, 59,5 milliónál is egy kicsit több a pluszunk. Tehát ennyivel állunk jobban, mint amennyi a szokásos félévi teljesítmény, ez bizakodásra ad okot, de nyugtával dicsérjük a napot, mert azért szoktak jönni hatalmas adóvisszatérítések, meg itt vannak azért bonyolult elszámolási dolgok azért, de egyelőre örüljünk, azt mondom. A kiadásaink egyébként a tervek szerint haladnak, természetesen most még a kiadási előirányzat, az majd a fél éves beszámolóban látszik, nagyon alacsonyan vagyon teljesítve, hisz a nagy kiadások azok majd szeptemberben várhatók, mikor meg ősszel, amikor ezeket a projekteket ki is kell fizetnünk, ugye jelenleg még nem fizettünk semmit. Az éves rendezvényekről annyit szeretnék mondani, mert nagyon sok kérdés érkezik hozzám, a standard kérdés az így szól, hogy lesz-e búcsú? Erre mindig az szokott lenni a válaszom, hogy valószínűleg lesz. Nem tudhatjuk pontosan, de valószínűleg lesz a mai
szabályok szerint még nem lehetne, de ma még csak június 30-a van, és a solymári búcsú az a szeptember 12-i hétvégén lesz, tehát addig még sok víz folyik le a káposztáspatakon. A búcsúhoz azt találtuk ki a solymári település üzemeltetési Kft. Igazgatójával és tanácsadóimmal, kollégáimmal, hogy egy egész őszi programsorozatot készítünk, tehát a búcsú az gyakorlatilag 3 hétvége lesz, ebből egy a búcsú, azt ne vegyük el tőle, az a templomunk búcsúja, illetve a következő hétvégén is tervezünk egy zenés sátras rendezvényt, illetve a következő hétvégén pedig a szokásos szüreti felvonulás és Oktoberfest lesz. A jó hír, hogy erre az utóbbi két programsorozatra 7,5 millió forintos támogatást sikerült elnyernünk a kulturális államtitkárságtól. Ebből, mivel ez beruházásra is költhető, abban maradtam a település üzemeltetés vezetőjével, hogy a lepusztult és meglehetősen balesetveszélyes színpadunk helyett egy állítható, modern, szerelhető színpadot szándékozunk beszerezni, és akkor ez hosszú időre megoldja ezeket a problémákat. Még egyet szeretnék elmondani, ami az utóbbi időben elsősorban a nézőknek, hallgatóságnak, de nektek is, ugye a vörösvári szennyvíztelep kérdése, illetve egyelőre mondjuk annyit, hogy az a bűzhatás, ami ismételten érezhető a Sport utca és Vasút utca környékén. Ugye tudjuk azt, hogy amíg a vörösvári szennyvíztelep egy meglehetősen lepukkant és túlterhelt és korszerűtlen technológiával működött, addig ez mindennapos probléma volt, vagy minden nyáras probléma volt, és állandó balhét tárgya volt. Sokan mondták, hogy egy élmény átmenni a vasúti átjáron, amíg még ott volt a vasúti átjáron, ott lehetett legjobban érezni, pláne az ember kapott egy sorompót. Most már nincs vasúti átjáró, de a környékbeli lakók ismételten érzik, most, hogy már évek óta üzembe van helyezve az új korszerűsített szennyvíztelep, ami több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból készült. Úgyhogy mi ismételten léptünk, bár ezt már nem először tettük meg, de most részsikereket sikerült elérnünk. A katasztrófavédelemnek bejelentettük és mintát vettek a patakból. Megállapították, hogy egy olyan tulajdonság, ami jelzi a szennyezést, az határérték fölött van, tehát valóban, hogy mondjam, számszerűsíthető az a probléma is, mert az, hogy büdös, az ugye egy kicsit nehezen, van rá ugyan módszer, és egy nagyon szellemes módszer, de nehezen számszerűsíthető dolog. Felhívtuk a Dunamenti Regionális Vízműveket, ugye a Pilisvörösvári szennyvíztelepet a DMRV üzemelteti. A szennyvíztelep és a Pilisvörösvári Városháza szakemberei is teljesen fogadókésznek bizonyultak. Tegnap voltunk már? Én nem tudom, milyen nap van. Tegnap, igen. Tegnapi napon elmentünk jegyző úrral, kővári képviselő úrral, Földes János tűzoltó parancsnok úrral, Lács Tibor közterületfelügyelő és polgárőr kollégával a szennyvíztelepre. Ott voltak a szennyvíztelep szakemberei, illetve ott volt a Pilisvörösvári polgármester hivatal műszakisai, illetve rendészei, úgyhogy egy egész szép csapattal jártuk be. Meglehetősen készségesek és együttműködők voltak a valamennyi kolléga, és hát azt állapítottuk meg, és erről fotókat is csináltunk, hogy a szennyvíz telep kifolyójánál, amit nem tudhatunk, hogy most vagy már régről maradt úgy, de nagyon nagy mennyiségű iszap és lerakódás látható. Tehát látható, hogy ami ott kijött, az nem volt igazán tisztított szennyvíz. Tehát vagy túlfolyás, vagy valami technológiai gond, valami lehetett. Az a szomorú, hogy ha végigjárjuk a patakot, ugye, ami innen a szennyvízteleptől körülbelül egy olyan 2,5 kilométer múlva ér el a PEVDI-hez, tehát a külső Vasút utcához, a vasútállomásnál, ez a patak különösen a felső szakaszán láthatóan fekete az iszap. Tehát a patak medre olyan, mintha valaki bekente volna ilyen jó vastagon kátránnyal. Lejjebb milyen, azt nem tudjuk. Abban maradtunk, hogy továbbra is együttműködünk ezeknek a dolgoknak a felderítésében, és a
és a polgárőr kollégák pedig elvállalták, hogy fényképezőgépekkel, illetve testkamerákkal végigfotózzák és végigvideózzák a teljes patakot, tehát beöltöznek és végigmennek a teljes patakmederbe, megnézik, hogy van-e esetleg valami más bevezetés, vagy látszik-e olyan, hogy valami más vezet be, ezen kívül valahol útközben, illetve hogy milyen a patak állapota. Igazság szerint én úgy vélem, hogy az lenne szerencsés, hogyha ezt a patakot teljesen kikotornánk. Ugye ezeket a külterületi vízfolyásokat időnként kotorni kell, mert ugye feliszapolódnak, eleve mondjuk nem tud normálisan folyni a medrében, de ilyen kotrás, Andrásom, erősíts meg. Köszönöm szépen, Kővári képviselő úr, még emlékszik rá, 1985-ben volt az utolsó kotrás, hát az nem ma volt, hanem 36 évvel ezelőtt. Tehát ki kellene ezt a patakot kotorni. A probléma a következő, ez a patak, mint helyrajzi szám, 2 kilométer vagy 2,5 kilométer hosszan és kb. 3 méter vagy 4 méter szélességben magán tulajdonban van. Ne kérdezzétek, hogy hogy került magánszemély, két magánszemély tulajdonában. Én nem voltam itt, mikor mentek ezek a TSZ meg stb. Kártyázások, de egy biztos, hogy a végleges megoldáshoz hozzátartozna a patak kikotrása. A legutolsó dolog, ami most volt ugye hétvégén, hogy megünnepeltük a római katolikus templomunk felszentelésének a 200. évfordulát, ami egyébként konkrétan tegnap volt 200 éve a templom felszentelése, és egy nagyon jó és színvonalas rendezvénysorozatot sikerült együttműködésben a katolikus egyházzal megszerveznünk. Én ebben is köszönöm mindenkinek a segítségét, aki részt vett ebbe, az alpolgármester asszony, illetve a Kulturális Közművelési Bizottság elnök asszonya vállaltak ebben oroszlán részt a mi részünkről, és ugye egy püspöki ünnepi misével az volt a csúcspontja a püspök úr látogatása ennek a rendezvénynek. Hát én nagyjából úgy ennyit szeretnék elmondani, ha kérdés van, természetesen arra szívesen válaszolok. Az elmúlt hosszú időszakból ennyit tudtam összeszedni, biztos vannak olyan dolgok, amit nem említettem. Akkor a mai testületi ülésünknek a napi rendjére térnénk. Kérem, hogy a szokásos rendben majd a kérdéseket a nyilvános ülés, zárt ülés nem lesz, tehát most csak nyilvános ülésünk van, a nyilvános végén, ülés végén tegyék fel a képviselők. Az előterjesztett 10 napirendi pont, 42-től 51-es per 2021-es előterjesztés, elnézést, itt az utolsó 5 alkalommal 2020-as van véletlen ideírva, ezek természetesen 21-es számú előterjesztések. Ez a napirend van előttünk, kérdezem a testületet, hogy kérdés hozzászólása. Gulyás István képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Mindahogy azt is nagyon szépen köszönöm, ahogy én körzetembe tartozó Hutvájt körzetnek a Ásvány utcai munkájának és a projektjének az előkészítését is voltál kedves professzionális módon megtenni. Ez nekem óriási segítség volt, hiszen a lakossági hozzájárulásokat, amelyek anyagi vonatkozásúak is voltak, így sikerült nagyon gyorsan megtenni. A kétharmad az gyakorlatilag 3 nap alatt összejött, ami ugye szükséges ahhoz, hogy legitimálják az útnak a kérdéskörét, tehát hogy akarják a lakosok, és hogy ezért ezt támogatják anyagilag is, és tehát gyakorlatilag egyöntetű volt a támogatása ennek a dolognak, de még egyszer mondom, a professzionális előkészítést azt nagyon szépen köszönöm. Ugyanakkor a körzetben, ugye az én körzetemben van Solymár földútjainak a 2/3, és ez azon túlmenőleg, hogy nagy öröm mindenkinek, hogy ez a gyűjtőút az Ásvány utca megépül néhány héten belül,
használatba is vehetik, ha csak most nem fog az időjárás olyanná fordulni, hogy esetleg megakadályozza az útnak a továbbépítését, vagy szünetelteti. Ott van még másik 19 darab út, az csak az én körzetemben, és még hát az a másik egyharmad Solymár vonatkozásában, amely tekintetében én szeretnék egy napirendi pont kiegészítést tenni. Tudomásom van arról, hogy a utaknak, a földutaknak a por mentesítése már talán több alkalommal is szerepelt itt az önkormányzatnak az asztalán. Tudomásom van arról is, hogy akár a település vezetőségének, illetve hát az eddigi ebben a témában állást foglalt embereknek van némi fenntartása azzal a megoldással, ami erre vonatkoztatva egy kálciumkloridos beavatkozást jelentene. Ugyanakkor én egy kicsit utánaértem ennek a dolognak, és számos településen ez a dolog működik, sőt jól működik, ha megfelelő módon van ez előkészítve. Tisztelettel szeretném kérni a képviselőtestületet arra, hogy ezen előterjesztésemet, amelyet hát mivel az elmúlt másfél-két hetemet a töltöttem, hogy igyekeztem erről feszítéseket tenni annak vonatkozásában, hogy Solymáron a vízállátásnak a szüneteltetése az ne okozom problémát, pontosabban ne legyen vízszünet vagy vízhiányos állapot, ezért én ezt ma tudtam csak előkészíteni ezt az előterjesztést, tehát tisztelettel kérném a képviselőtestületet, hogy szavazzon arról, hogy ezen pormentesítéses előterjesztésemet a naprendi pontok közé fel tudja-e venni, avagy sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kevesebbet is lehet dolgozni, ha az ember kérdez, mert ugyanis mi már csináltunk is ilyet, meg ismerjük is a technológiát, magunk is csináltunk, céggel is csináltunk. Én rendkívül szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy ez általában sík területeken kiválóan működik. Viszont ezeken az utcákon, főleg azokon, amelyek valamilyen szinten lejtősek, pillanatok alatt lemossa a csapadék ezt a kálciumkloridot. Tehát konkrétan csak az Ásvány utcára tudok hivatkozni. Az Ásvány utcát ott mi kísérleteztünk is, hogy milyen töménységű szerekkel locsoljuk be. Remekül működött mondjuk mint egy hétig, amíg nem jött egy eső. De amennyiben a testület napirendre kívánja venni, akkor én ezt felteszem, nem tudom, hogy megvan-e, vagy lemásoljátok. Ennek ugye van egy sok millió forintos költségvetési kihatása, akkor majd a egyéb véleményemet elmondom a napirend, ha felveszi a testület napirendjére, akkor a napirend tárgyalása során. Cserangéla. Köszönöm. Én nagyon szeretném, hogyha tudnátok ezt a napi rendi pontot támogatni. Én is ilyen utcában lakom, ahol murvázolna a teljes utca. A napi rendre vételről vita nélkül szavazunk, SMS. Csak mondom. Jó, csak a támogatásomat. Jó, de azt mondom, hogy vita nélkül szavazunk. Én szavazásra kellett volna, bocsájtok, elnézést. Jó, köszönöm szépen. Napirendre vételről most lehet szavazni. Nyolc igen, egy nemmel a testület napirendre vette. Köszönöm szépen. Jó, 11. napirendi pontként fogjuk tehát tárgyalni. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor a mai testületülés napirendjéről végszavazunk. Most lehet szavazni. Kilenc igen, egyhangulag jóváhagyva. Köszönöm szépen. Kapcsolj be Miklós, és akkor te vagy a tizedik. 42/2021-es számú előterjesztés következik soron az Országos Mintőszolgálatnak az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos díjemelési kérelme. Én nem tudtam részt venni a pénzügyi bizottsági ülésen, de kollégáimtól kaptam elég szomorú híreket. Tisztázunk valamit, itt nem a mentőkről van szó. Tehát nem arról van szó, hogyha valaki rosszul lesz és mentőt kell hozzá hívni, ez az orvosi ügyeleti ellátás, amit nálunk speciál
az országos mentőszolgálat lát el. Tehát ezt rögtön az elején tisztázzuk, hogy ez nem ugyanazt jelenti, hanem ez a rendelési időn kívüli orvosi ügyelet ellátás, tehát ha valaki rosszul érzi magát, vagy köhög a gyerek, vagy valami, és orvost hív hozzá, ezt jelenleg Solymáron a mentőszolgálat szervezi. Nagyon sok helyen a mentőszolgálat szervezi, itt a térségben, 4 településen, a 4 közvetlen közelünkbe levő településen az országos mentőszolgálat szervezi az orvosi ügyeletet. Mivel az egészségügyi szakdolgozók fizetését az utóbbi intézkedésekkel igen nagyon megemelték, ugye, ezért a mentőszolgálatnak az orvosok nem hajlandók már a régi, még x évvel ezelőtti árakon dolgozni, és az országos mentőszolgálat Pest megyei, vagy azt hiszem Pest megyei vezetője írt nekünk, polgármestereknek egy levelet, hogy ők ezen az áron tovább nem tudják ezt a szolgáltatást ellátni, és megküldték a módosított, a továbbiakban fizetendő összeget. Ugye eddig mi körülbelül 1 millió forintot fizettünk az OMS-nek, ezért az orvosi ellátásért, amiért egyébként a TB, tehát az egészségügyi szolgálat nekünk egy normatívát állépított meg, ami körülbelül ekkora összeg volt. Tehát nagyjából ez pariban volt. Márciustól ezt a normatívát megemelték, ezt az állami normatívát 1,4 millió forintra, tehát ha régi árak lennének, akkor most még idézőjelben nyereségesek is lennénk ebből a dologból, majdnem 400 ezer forintért, de ugye a mentőszolgálat pedig Solymár önkormányzata esetében arányos egyébként, tehát mindenkitől olyan ugyanannyi díjemelést kért. Tessék? Lakosság arányosan természetesen, de az arányosság az úgy is arányos, hogy mindenkinek ugyanannyival emelték. Ez ugye havi 1,7 millió forint költséget jelentene. A sok választásunk egyébként nincs, csak mondom, mert ugye amennyiben ezt az összeget nem fizetjük ki, akkor felmondják az orvosi ügyeletet. Nem tudom, hogy ilyenkor mi az eljárás rend, de azt tudom, hogy ilyenkor egy közbeszerzést kellene kiírnunk, és ahol ilyen közbeszerzést polgármester kollégáim beszámolójából tudom kiírtak, ott általában ugyanilyen, vagy alacsonyabb, vagy magasabb árakon valósították meg, de a reklamációk azok továbbra is, vagy volt, ahol még úgy fennálltak. Úgyhogy a határozati javaslat úgy szól, hogy a kérelem alapján az 1,706.681 forintos havi díjat fizessük a jövőben. Egyébként úgy tudom, a környező települések is így fognak tenni. Herendi Szabó Csilla jelentkezett először. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen ez egy napirendi pont volt, és elég részletesen beszéltünk erről. Közben azért nekünk is hiányos információink voltak, úgyhogy a polgármester úr most felvilágosított minket sok témában. Nekem ott az első kérdésem az volt, hogy mi van, hogyha ezt az ajánlatot úgymond nem fogadjuk el. Azért is, mert a 1.011.000 per hó díj helyett közel 70%-os emelés, azt én is egy kicsit túlzottnak éreztem. Most már látom azt, vagy hallom azt, hogy nincs mese, el kell fogadnunk. Ott viszont a pénzügyi bizottsági ülésen egy olyan vetődött esetlegesen fel, de azt hiszem, hogy ezt majd a István beszámol erről. Én köszönöm, akkor én részemről ennyi. Csak hogy jól értem, tehát ez azt jelenti, hogy a körzeti orvosainknak a normál rendelési idején kívül a házi orvosi ellátás, ügyelet jellegű ellátást azt kapjuk így a mentőszolgálattól.
Az a kérdés, hogy van egyáltalán alternatíva, tehát például a házi orvosok az adott településeken, azok ajánlottak-e olyat, hogy ők esetleg plusz pénzért ezt ellátnák, tehát tudunk-e bármilyen alternatíváról, mert én nekem az a megértésem, hogy ha nincs alternatív ötletünk sem, vagy ajánlatunk sem, akkor igazából elég szűk a mozgásterünk a döntést illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen, igen. Lehetősége van természetesen a testületnek azt mondani, hogy elfogadjuk ezt az összeget, és mondjuk fel a szerződést mi, és írjunk ki előtte egy új beszerzést erre. Az a kockázatos, hogy vannak alternatívák egyébként. Tehát én már kaptam olyat, hogy a nem tudom milyen, akármi med Kft. Szolgálat részvénytársaság ellátja az orvos ügyeletet, mint a havi 4 millióért, de ilyen meg olyan jó lesz. Aztán, mit tudom én, a Fetter Ádám polgármester úr, Pilisvörösvár város polgármester, ő kifejte közbeszerzési tanácsadó volt, mint jogász előtte, és említette nekünk, hogy ő lefuttatott már pár ilyen közbeszerzést, volt, hogy nagyon jó, olcsóbban vállalták, de az olyan is lett. Tehát ez egy rendkívül kockázatos dolog. Én azt javaslom, és erre tettem határozott javaslatot, hogy fogadjuk el ezt az összeget, de természetesen ezt gondolja végig akár a pénzügyi bizottság, a testület, vagy bárki, aki erre rá szeretne feküdni, hogy esetleg keressünk előre valaki mást. Valamilyen, meg kell nézni, milyen közbeszerzési rezsim alá tartozik ez, tehát hogy mi alapján kell lefolytatni, milyen eljárás alapján, és akkor ezt meg lehet így is oldani. Annyiban pontosítanék, hogy igen, helyesen mondtad, tehát ugye itt arról van szó, hogy a orvosi rendelés időn kívül, mit tudom én, ott vagy vasárnap délelőtt, és fáj a hasam, rosszul vagyok, vagy lázas a gyerek, beteg, és kihívom az ügyeletet, tehát ez a úgynevezett orvosi ügyelete ellátás. Ez nem feltétlenül ugye a solymári házi orvos, hanem aki akkor szolgálatra van vezényelve, tehát lehet, hogy az mondjuk a pilisvörösvári, vagy akár melyik, de az a lényeg, hogy orvos száll ki ezekhez az esetekhez, és ugye ezt jelenti az orvosi ügyelet. István, parancsolj! Köszönöm szépen, polgármester úr, meg külön a magyarázatot is. A pénzügyi bizottság természetesen támogatja, tehát ez nem kérdés. Ugyanakkor a mi felvetésünk arra volt vonatkoztatva, hogy miközben elkezdtünk arról beszélni, hogy a mentőszolgálatnak az ellátása milyen elképesztő nagy energiákat jelentett és hozzáállást a mentős kollégák részéről, hány ember életét tudták megmenteni. Ugye folyamatosan lehetett látni a nagyközségünkben a különböző mentőautókat, akik ugye COVID-tesztelést végeztek, és emellett látták még el ugye az egyéb tennivalóikat, a sürgősségi ellátásokat. Nyilván ez egy nagyon nehéz év volt, vagy nagyon nehéz másfél év volt a mentős kollégák részéről, amire mondom, maximális tiszteletünk a munkájukért, és hálásan köszönjük. Ugyanakkor maga a, ha már ez a dolog így szóba került, akkor ha a polgármester úr megengedi, egy nem teljesen ehhez köthető, de ugye nem a ügyeleti időn túlmenő orvosi ellátást, ha megengedi polgármester úr, mégiscsak esetleg egy mondatot mondanék róla, tekintettel arra, hogy maga a mentőszolgálatnak az ellátásával kapcsolatban merült fel itt a bizottságban néhány olyan észrevétel, amelyek alapján megfogalmaztunk egy olyan álláspontot, hogy esetlegesen, ha az OMS-nek az regionális igazgatójával, vagy bárki másnak, vagy mentős körökben ugye a aktuális helyi, vagy regionális vezetővel, de lehetne esetleg egy olyan beszélgetést kezdeményezni, ami arról szól, hogyan lehetne esetleg a vezénylés vagy az irányítás oldaláról esetleg optimalizálni a működést, hogy ugye felmerült itt egy eset, hogy a Bach csomópontból érkezett, vagy még talán messzebbről, Tatabányáról érkezett a másik helyre, ide Solymára mentőjármű, illetve voltak olyan élmények, hogy esetleg a kivállalási idők tekintetében is, hát egy egyszeri ember, aki nem orvos, az volt az realitása, hogy ez mint hogyha lehetett volna rövidebb is, tehát konkrétan egy eset, egy sztrókos betegnél, ugye 50, nem tudom hány perc alatt értek ki a kollégák Vörösvárról. Tehát, hogy, és aztán utána az illető három napon belül el is hunyt. Nyilván nem az mentős kollégáknak a
és mondja, hibájából természetesen, csak hogy felmerült bennünk az a kérdés, hogy a solymári embereknek a védelme érdekében lehet-e esetleg valamifajta érdekegyeztetés lefolytatni bármelyik kollégával, aki az mentős kollégáknak a munkájával, azoknak az irányításával foglalkozik, esetleg kaphatunk-e bármifajta statisztikát arra vonatkozóan, hogy a tárgyi időszakban, tárgyi évben, tárgyi fél évben, tárgyi negyedében mennyi volt az átlagos kivonulási idő, mennyi volt a kivonulásoknak a darab száma. Tulajdonképpen ezzel egészíteném akkor csak ki a pénzügyi bizottságon elhangzottak alapján ezt a mostani beszélgetést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát itt most akkor mentésről van szó. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy igen, én biztos vagyok benne, hogy innen 6 kilométerre levő mentőállomásról nem tart 50 percig kijutni, valószínűleg egy balesetnél volt az a mentő, és utána tudott jönni, és sajnos ilyenekből vannak azok is, hogy Tatabányáról jön a mentő, mert az itteni környékbeli mentősök mind vannak valahol. Ugye ennek megvan a szolgálat vezénylése a tűzoltóknál is, mit tudom én, akkor Jánosék pirosban vannak, akkor ők nem riaszthatók, mert épp oltanak vagy mentenek. De ezzel együtt teljesen egyetértek. Akkor jegyző úr, maradjunk abban, hogy kérjük az országos mentőszolgálatot, hogy adjon már nekünk valami statisztikát, mert biztos van nekik valamilyen minőségi ellenőrzésük, hogy mi az átlagos elérési idő, és mennyi egyáltalán a mentésre történő kivonulás Solymár esetében. Bízom benne, hogy ezt az adatot le tudják gyártani, és nem... Ez csak nem védett adat, hogy hány darab. Tordai Miklós. Köszönöm a szót. Mai hír. 22. januárjától a korábbinál kevesebb helyen működő orvosi ügyelet, és ott is, ahol megmarad, a jelenlegi három fő stábok helyett egyetlen mentőtiszt vagy kiterjesztett hatáskörű ápoló fogadna az ellátásra szorulót. Ez most holnapi naptól indul kísérleti jelleggel Hajdú-Bihar megyében, és ha elfogadást nyer, akkor nyilván ránk is vonatkozni fog. Ezzel összefüggésben kérdezném, hogy ennek a szerződésnek, amit most meg kellene szavaznunk, mi a lejárta, mi a hatája, és így tovább, mert nyilván, hogy azért ezek nem azonos szintű ellátást jelentenek, és nyilván egy ellátási színvonalhoz csatlakozik egy költségszínvonal. Köszönöm. Köszönöm szépen. A mentőszolgálattal a szerződésünk az határozatlan. Emlékeink szerint, ezt pontosan nem néztünk utána, de általában ezeknek a szerződéseknek azért hosszúkásabb a lejárta, tehát mondjuk egy hulladék szerződésnél egy év általában. Itt, ha jól emlékszünk, 6 hónap a lejárta. Tehát felmondhatjuk, és kiírhatunk egy beszerzést arra, hogy más konstrukcióban szeretnénk megoldani, lehet. Azt nem tudom garantálni, hogy ettől jobb lesz. Tehát én nekem ez a félelmem az egésszel. Jó? Oké. Köszönöm szépen, akkor kibeszéltük ezeket a dolgokat. Ha a mentőszolgálat válaszol a jegyző úr levelére, akkor az egész testületet természetesen tájékoztatni fogom arról, amit a pénzügyi bizottság kérdésként feltett ezzel kapcsolatban. Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor az eredeti határozati javaslatot szavazásra teszem föl. Kilenc igen, egy nemmel a testület jóvá hagyta. Melik volt az? Köszönöm szépen. 43/2021. Ugye ez a 2020. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló előterjesztés, amit ugye minden évben nekünk el kell fogadnunk. A kollégák elkészítették az anyagot. Az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont vezetője, ezért a témáért felelős személy itt van körünkben, Szelicsáné Szajáni Piroska. Hogyha kérdés van, akkor ő is tud válaszolni, jegyző úré a szó. Köszönöm szépen. Kicsit később nyújtottuk be, tekintettel arra, hogy a polgármester saját hatáskörében elfogadhatta volna már május hónapban
a zárszámadással egyidejűleg ezt a beszámolót, ahogy a hivatali beszámolót is, de nem láttuk értelmét annak, hogy egy ilyen szűk körben döntsünk arról, hogy a tavalyi évben az intézmények, amelyek a gyermekjóléttel, illetve a szociális feladatokkal foglalkoztak, milyen munkát végeztek. Ez nem egy egyszerű beszámoló olyan szempontból, hogy azért a tavalyi év nagyon kemény volt, főleg ezeknek az intézményeknek, akik tényleg az első sorok között, főleg az első hullámban, utána a második, harmadik hullámban pedig már a saját bőrükön érezték azt, hogy a koronavírus járvány az pillanatok alatt le tudja tarolni azokat a munkahelyeket, közösségeket, akik tényleg egy körben dolgoznak. Sajnos ez Solymár esetében is azért megtörtént, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy az összes intézményünk, itt kiemelem ugye az Ezüstkort, a Solymár óvoda és bölcsödét is, illetve a polgármesteri hivatalt helyt tudott állni. Kiválóan együttműködtünk a kormányhivatallal. Kiemelkedő feladatot láttak el a védekezés során a házi orvosaink, akik mondhatjuk azt, hogy Pest megyében mindenképpen olyan tempóban oltottak, amit én el se tudtam képzelni, tehát vasárnap is, ünnepnap is, húsvétkor csinálták szó nélkül. Mi nem bírtuk követni szinte azt a tempót, ahogy tényleg ilyen áldozatos munkával helytálltak. Tehát köszönjük szépen mindenkinek. Én ehhez nem is szeretnék többet hozzáfűzni, tehát ha valakinek kérdése van, akkor azokra válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr. Bárki kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor nem ti is akartok hozzászólni, Regina Pioska, nem? Akkor határozatozattal következik, most lehet szavazni. Na kérem. 10 igen, egyhangú szavazással jóvá hagytuk. 44-es előteresztés polgármesteri hivatal beszámolója. Én át is adom a szót a polgármesteri hivatal vezető. Köszönöm szépen. Ahogy elkezdtem az előző előterjesztésben, úgy folytatom. Amit kiküldtünk előterjesztés, abban rengeteg számadat van. Én nem is ezekről beszélnék, hanem arról a szerencséről, hogy ugye 19-ben az ASP-t bevezettük, akkor azért voltak olyan félelmeink, meg olyan hangok, hogy ez egy óriási többlet feladat, adminisztráció, olyan plusz munka, ami megnehezíti a hivatalnak a működését és a mindennapjainkat. Hát mondhatom, hogy tavaly tavasztól egészen mostanáig, tehát június, május végéig, ha ez nem lett volna, akkor nem tudtuk volna ilyen szinten ellátni a munkánkat. Gyakorlatilag teljes egészében a polgármesteri hivatal át tudott állni szinte zökkenőmentesen olyan home office, illetve távoli online munkavégzésre, amit a rendelkezésünkre álló informatikai eszközök teljes egészében ki tudtak szolgálni. Tehát ki tudta szolgálni a hivatalban lévő szerver, a számítógépeink, illetve ez az ASP is, és úgy tudtunk hiteles határozatokat, dokumentumokat létrehozni, hogy ahhoz nem kellett papír. Tehát ezek jól működtek, jól működött az összes társintézménnyel az együttműködés is. Belerázódtunk, nyilvánvalóan az elején voltak döccenők, meg nehézségek, viszont ehhez az is kellett, hogy a solymári lakosok nagyon pontosan betartották az előírásokat, és nagyon fegyelmezettek voltak. Tehát itt én úgy látom, azért nyilván voltak fennakadások, de úgy látom, hogy azért megismertük egymást ebben a körben, hogy ki milyen valójában, mert egy nagyon kiélezett és feszült helyzet volt az elmúlt másfél év. Nyilván voltak hullámok, tehát a nyár az mindig könnyebb volt, de csak kiemelek egy példát, tehát olyan emberek is dolgoznak nem csak a hivatalban, hanem mondjuk az Ezüstkorban is, meg az óvodában, akik kifejezetten veszélyeztetettek voltak a koronavírus járvány miatt, és ugyanúgy helytálltak és tették a dolgukat. Tehát itt
mondjuk azt, hogy a saját életüket kockáztatták annak érdekében, hogy a folyamatok azok működjenek rendesen, és a falu működjön. Hogyha van kérdés egyébként ezzel a beszámolóval kapcsolatban, akkor ezt is várom köszönettel. Köszönöm szépen. Számok, táblázatok, egyébek benne vannak az anyagban. Kérdés van, nincs, határozathozatal következik, most lehet szavazni. Megalapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadta a polgármesteri hivatal beszámolóját. Következik a 45/2021-es számú előterjesztés. Több ilyen előterjesztés várható még a jövőben is, ugyanis, mint azt bizonyára tudjátok, a települési önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy állami ingatlanokat önkormányzati tulajdonba vegyenek térítésmentesen. Természetesen ez nem lehet mondjuk egy hatalmas nagy állami erdő, vagy egy országos közút, vagy olyan, tehát eleve nem lehet olyan, amelyiknek van egy kezelője, vagy pedig olyan tartósan állami tulajdonban kell maradnia, amit jogszabály ír elő. Ugyanakkor számos solymári ingatlan került a 2020-as 40-es törvény, ha jól emlékszem, erejénél fogva állami tulajdonba. Sok olyan terület van, amire Solymárnak szüksége lenne, néhány ilyet még fogok behozni ide a képviselőtestület elé. Van olyan, amelyikkel ugye nem leszünk gazdagabbak, de úgyis mi csináljuk eddig is, tehát mondjuk adott esetben mondjuk egy darab patakmeder, amit eddig is mi takarítottunk, úgyhogy vagy ha nem tudom, hogy sikerül-e, még ezt is vizsgáljuk majd a 0111-es Jegenye-völgyi nagy tisztást például önkormányzati tulajdonba venni, hisz azt is már legalább 20 éve Solymár kezeli. Ez az előterjesztés tehát arról szól, hogy a 06-ossal kezdődő helyrajzi számú ingatlanok, amelyek természetben a lakótelep mögötti régi barackosban vannak, ezeknek indítsuk meg az önkormányzati, ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét. Ugye ez egy olyan terület, amely majd egyszer tartalék lakóterület lesz, jelenleg mezőgazdasági besorolásban van, de a szerkezeti tervek szerint tartalék lakóterület, és bizony üdvös lenne, hogyha egyszer majd ez egy lakóterület lesz, akkor ne járjunk vele úgy, mint a Hútvejdével, hogy nincs egy park, egy közösségi tér, egy intézményi terület benne, hanem csak magáningatlanok. Ez most egy jó alkalom, hogy az államtól ezt, amennyiben meg fogunk felelni a jogszabályoknak, meg nagyon sok feltételnek, akkor vonjuk községi tulajdonba. Cserang Gyula képviselő. Köszönöm. Igen, olvastam itt az előterjesztésben, hogy ezeket az ingatlanokat meghatározott céllal kapja meg az önkormányzat, tehát fixálva van, igen, hogy intézményi területnek, közparknak, zöld terület kialakítására szeretnénk használni. Megkaptuk a térképvázlatot, amin látszik, hogy ezek az ingatlanok egy kicsit elszorva vannak, és olvastuk az előterjesztésben, hogy ezek az a feltétele, hogy a nemzeti tulajdonból, a önkormányzati tulajdonba kerüljön át, hogy a 15 évig nem lehet elidegeníteni a területet. De az lenne a kérdésem, hogy arra sincs lehetőség, hogyha megvan a megadott cél, hogy mire használnánk, hogy összevonjuk ezeket a területeket, ne adj Isten, akár a vagyonrendeletünket is módosítjuk úgy, hogy ilyen területeken területcserékkel egy nagy, egyben könnyebben hasznosítható területet alakítsunk ki. Így van, ez volt az én elgondolásom is, mikor ezt az előterjesztést kértem, hogy készítse el a kolléganő, hogy valóban ugye ezt akkor lehetne normálisan kivitelezni, hisz ezek ilyen, mit tudom én, 800 négyzetméter, tehát ilyen telek méretűk is, téglalapocskák, négyzetecskék, hogy ezt utána újra le kell boltolni majd adott pillanatban a
nemzeti vagyonkezelővel, vagy az aktuális ezért felelős szervezettel, hogy terület cserékkel, vagy terület összevonásokkal, mert nyilvánvaló, hogy úgy nem lehet közparkot csinálni, hogy itt van 15 darab kis közparkunk szana szét. Jobb lenne, hogyha valahol középtájon, ahol ki lehetne alakítani mondjuk egy olyan teret, ahol nem ilyen 10 méteres utak x-elnek össze, és ugye már előre látja az ember a közlekedési káoszt, tehát ilyen csomópontrendszerbe kell gondolkozni. Igen, erre gondolunk, hogy valahogy ezeket utána el kéne cserélgetni, illetve egybevonni valahogy. De ezt most nem lehet úgy kérni? Nem, hát most azok mellette az magántulajdon, hát a magántulajdon most ebben nem tudjuk ebbe a tranzakcióba bevonni. Tehát a többiek azok magántulajdonok, tehát az állam csak azt tudja odaadni nekünk, ami az övé. Ez se biztos, hogy odaadja. Tessék? Hát erre volt már több példa, legutoljára, ha emlékeztek, így szereztük meg a víztársulat székházát a Tagszöv mellett. Tehát ez egy ingyenes vagyonátadás, azóta is minden évben lejelentjük, hogy jelentjük a megállapodásunknak megfelelően víztársulat székháznak, tehát közösségi célra használjuk. Tehát nem adtuk el, nem adtuk bérbe, stb. Igen. Oké, ha minden rendben, akkor indulhat a szavazás. Na, indulj el. Csaba? Lemaradtál. 9 igen, egyhangú szavazás, egy képviselő nem szavazott. Jóvá hagytuk az előterjesztést. Következő a 46/2021-es számú előterjesztés. Erre is fájt a fogam régen, és most eljött a pillanat. Ugye az említett tavalyi jogszabály értelmében ezt a területet, a disznóforrás környékét, egy szép nagy helyrajzi számot, aminek a besorolása a szabályozási tervünkben közpark egyébként, ezt a magyar állam térítésmentesen tulajdonba vette, úgysem fog vele semmit kezdeni, eleve egy közpark besorolású, tehát én arra teszek javaslatot, hogy ezt is igényeljük meg ingyenes vagyonátadásba, és akkor végre ez a helyzet is rendeződik, hogy ezen a területen történtek bizonyos közösségi munkák és beruházások is, amitől én mindig fáztam, mert ugye nem a mi területünk volt. Akkor még nem is az állami, még tulajdonosa sem volt. Aztán jöttek a vaddisznók, és széttúrták a focipályát. Jó, tehát ez a disznóforrás környéke, ez egy közel egy hektáros terület, most is zöld, fás terület, mi is annak szeretnénk megtartani, és ezzel kérjük a magyar államtól, hogy ezt adja át tulajdonba Solymárnak. Kérdés, hozzászólás, István parancsol. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, polgármester úr, nem a szorosan a témához tartozik, csak helyrajzilag van ugye köze, mert ugye ott megy a Széles utca, ami szintén állami tulajdonban van. Nem ide tartozik, elnézést a téma, de erre van esélye egyszer, hogy majd a önkormányzathoz kerüljön? Így van. Igen, a probléma a Széles utcával az, hogy egy helyrajzi számon van a Tersánszki úttal, de egyébként most megkeresett minket a NIF, illetve nem is az MNV képviseletében egy ügyvéd, hogy a Rókus utcának egy meghatározott területét, ahol a körforgalom fizikailag kialakult, de jogilag még az önkormányzat tulajdona, hogy adjuk nekik oda ingyen és bérmentve. Hát egy viszont válasszal kértük, hogy a Széles utcát legyenek szívesek-e postafordultával átadni nekünk, mert már legalább 10 éve kérjük, ha nem régebb óta, és mi kezeljük már nagyon régen ezt a területet. Konkrét munka, mikor már tényleg telekalakítási javaslat, meg minden, meg az összes papír, de hát az is már x év. Nem értem én se, hogy ebben mi a probléma, de tényleg egy hülyén néz ki, hogy van ugye az állami közút egy nagy helyrajzi szám, és annak egy ilyen nyúlványa ez az utca. Tehát
Tehát nem tudom, mi az oka, hogy mindig megakad valahol. Említettem, hogy egy telekalakítási eljárás az fél éven belül nem úszható meg, de van olyan, hogy egy évig tart. Tehát elég komoly a probléma itt a földhivatalban. Jó, tehát akkor Disznóforrás és környékének önkormányi tulajdonba vétele most lehet szavazni. Tíz igen, egyhangú szavazással jóvá hagytuk. Következik a Budapest környéki elővárosi közösségi közlekedés, ugye ez a bizonyos valamikori megállapodásunk a BKK-val, a Budapesti Közlekedési Központtal, amikor emlékeztek hosszas, sok-sok tárgyalás után sikerült Vitézi Dávid vezérigazgatóval egy szerintem nagyon jó megállapodást kötnünk, aminek az az eredménye, hogy a buszok struktúrája átalakult, hogy a 157-es kiment a Kerekhegyre, illetve hogy Solymáron már éjszakai járat is bevezetésre került. Ez a szerződés lejárt, és évvégéig, igen. És ez csak egy évre kötjük meg? Hát igen. Egy évre kell, igen. Igen, de meg kell kötni a következő évre. Kérdés, hozzászólás? Szavazzunk. Tíz igen, egyhangú szavazással a testület jóvá hagyta a megállapodást. 48/2021-es számú előterjesztés, gyalogos átkelőhelyek létesítése, közbeszerzés. Előzményeit mindenki tudja. Valamikor beadtuk ugye ezt az EU pályázatot, akkor forráshiány miatt, bár a pályázat jó volt, nem nyert, majd tartalék, tavaly értesítettek róla, hogy tartalék alapból mégis pályázatot nyertünk, sőt, ez már talán tavaly előtt volt, akkor áttervesztettük, újra terveztettük, újra engedélyeztettük az egészet, akkor a rendőrség megtagadta a hozzájárulást ugye a PEMÜ zebrához. Na most végre odajutottunk, hogy minden engedélyünk megvan és jogerős, márpedig ha az emberek van egy jogerős engedélye és rendelkezésre áll a forrás is, akkor lehet közbeszerzést kiírni. Ez itt van előttünk, látható a szép nagy dokumentáció, és ha ez a közbeszerzés sikeresen lefut, és tudunk egy eredményt hirdetni, akkor hát én nagyon bízom benne, hogy azt már nem lehet ígérni természetesen, hogy szeptemberre, mert az lenne a szép, ha az iskola évre, de valamikor remélem még az idén ősszel megvalósulhat ez a három lámpás gyalogátkelő. Nek lenne még azért egy olyan hatása is azon kívül, hogy egy lámpás gyalogátkelő az ugye az meglehetősen biztonságosnak számít, bár gázoltak már lámpás zebrán is embert, de talán még annyi előnye is lesz, hogy egy kicsit megszaggatja a főút forgalmát, tehát hogy mindenki tudja, hogy van olyan, hogy percekig áll az ember, valahol ki akar kanyarodni, tehát talán ennyi előnye is lesz ennek a pályázatnak, illetve ennek a megvalósulásának. Kérdezem a testületet, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs határozathozatal, következik. Többet kell? Igen. Ja, hármat, igen. Akkor az első. Elsőről szavaztunk. Tíz igen. Szerintem a másik is az lesz. Jó, tehát ugye ez a hirdetményes közbeszerzés elindítása, erről beszéltem. A második az pedig a közbeszerzési előkészítő bizottságnak a megszavazása, a szokásos módon egy műszaki, egy pénzügyi, egy jogi szakértő, illetve a felelős akreditált közbeszerzési tanácsadónk, aki szerződésben dolgozik nekünk. Ők lennének négyen a bizottság, most lehet szavazni. Tíz igen, egyhangú. És akkor az egésznek tulajdonképpen a megindító szavazása, hogy a dokumentumokat jóvá hagytuk, és az eljárást megindítjuk. Tíz igen, egyhangú. Jó. Következik a 49/2021-es előterjesztés. Gulyás István képviselő.
Köszönöm szépen, polgármester úr. Valóban az előterjesztést én nyújtottam be. Mind ismeretes, hogy máron nyár elején, június közepén több napon át tartó ivóvíz szolgáltatás szüneteltetés volt, mivel néhány Solymáros tartozó víztározó medencéből egyszerűen kifogyott a víz. Mivel ilyenek voltak már korábban Solymár életében, sőt én előkerítettem olyan dokumentációkat, hogy 91-es keltezésű papírok is beszámolnak arról, hogy mennyire nehézkes Solymárnak a ellátás, erről majd beszélek néhány szót, hogy miért. De összességében úgy felmerült bennem, hogyha nyár elején, június közepén ilyen vízkorlátozások vannak, pontosan nem is korlátozás, hanem konkrétan elfogy a tárolóból a víz, akkor vajon ez egész nyárra vetítve egy ilyen általánosság fog válni, és akkor két naponta, három naponta, uram, bocsán, minden nap, jó, persze esik kicsit az eső, lehűl a levegő, akkor talán kevésbé, de mire lehet számítani? És minek utána, hát óriási lakossági igény volt ennek a dolognak ugye a rendezésére. Arra gondoltam, hogy akkor én utána járok ennek a dolognak egy kicsit, és hát ugye azonnal erről tudtam is természetesen korábban belültköztem abba, hogy itt a település jelenlegi vezetői jelentős, nagyon komoly energiákat tettek már annak vonatkozásában ebbe az ügybe bele, hogy a vízellátás biztosított legyen, sőt nem csak a mostani vezetők, a korábbi vezetők is már ebben a dologgal sokat foglalkoztak. Szente Kálmán polgármester úr, ha jól emlékszem, a tavalyi év forrajamán a DMRV vezérigazgatójával, vezérigazgató úrral is tárgyalt ilyen kérdésekről is többek között. Dr. Beregszászi Márki edző úr jó kapcsolatot ápol a DMRV-nek a főmérnök asszonyával, de engem akkor is motoszkált, hogy mit tudok tenni, esetleg mit lehet tenni. És hát tekintettel arra, hogy Solymáron az elmúlt 19 évben, miután itt lakom Solymáron, közel 3000 fővel bővült Solymár lakossága, ez a tendenciát én úgy látom, ez folytatódni fog. Úgy gondoltam, hogy erre vonatkozólag valamilyen konkrét dolgot kellene csinálni, és én megmondom őszintén, megkerestem jegyző úr által magadott kontakt személyt, és egy elképesztően együttműködő, egy nagyon pozitív hozzáállású, tehát már a település vezetőinek már a jó kapcsolatát felhasználva tudtam a főmérnök asszonnyal beszélgetéseket, tárgyalásokat lefolytatni. És ugye olyan kérdéseket tettem föl neki, hogy vajon ennek az egész vízellátási problémának vajon az az oka, hogy az ő általuk 120 települést ellátott DMRV nem győzi a kapacitást, netán nincs elegendő víztartalék, netán esetleg a régi technológiával készült vízvezeték rendszernek a nyomástűrő képessége, ami miatt ugye sorra pattannak el, ugye a régi csövek okozzák a problémát, és a sok vízcsőtörés, tehát nem merik nagyobb nyomással ugye ellátni. Netán egyéb más preferenciák vannak esetleg a háttérben, hogy Solymár esetleg többször van kerül vízhiányos állapotban, vagy éppen a tárolómedencéknek a kapacitásával van-e probléma. Na és azt biztosan le tudom szögezni, és ami mindenképpen az én gyors vizsgálatomnak az eredményeképpen látszódott, hogy nem önkormányzati működési hiányosságok állnak a dolognak a hátterében. Ugyanakkor az önkormányzatnak úgy gondolom azonnal lépéseket kell tenni arra, hogy ezt a dolgot ugye valamilyen módon ugye kezelje. Főmérnök asszony tájékoztatott arról, hogy van egy közép, hát rövid szót azt nem merem kérdezni, mondjuk a középtávú megoldás, miszerint egy pályázat van folyamatban, előkészületben, ennek az értéke, ha a pályázatot elnyer a DMRV, egy ilyen 23-30 milliárd forintos összegre fog rúgni, ez többfajta megoldás miatt van ez az értékkülönbség, tehát több fajta megoldás közül lesz majd kiválasztva az, ami ennek a végleges változatát fog jelenteni, de az őrül, tehát az három év, tehát annak a kivitelezés a Solymár, nem csak Solymár, hanem az egész régióban, a Dunának a jobb partján történő kivitelezése, annak három éves, legkevesebb az a kivitelezési ideje. Így én bátorkodtam, tudva azt, hogy már nagyon sok ember önkormányzaton előttem, meg jelenleg is sok energiát beletettek, mégiscsak tovább lépni még egyet, és megnézni azt, hogy oké, rendben van, ez a három év, ez elég sokára lesz. Mit tudunk csinálni annak vonatkozásában, hogy
hogy ez az állapot most szűnjön meg. Ugye ez ugye múlt hét előtti héten vasárnap volt egy 7 óra 30-tól éjfélig tartó vízszüneteltetés egy vagy több medencében, Hutvájdon biztosan, utána ez megismétlődött hétfőn is, és akkor én kezembe vettem a telefont, a főmenőnek asszonnyal egyeztettem, és hát az egyeztetésünknek az eredményeképpen főmenők asszony megígérte nekem, hogy megtesznek minden erőfeszítést arra vonatkozólag, hogy megvizsgálják, hogy mit tudnak most jelen pillanatban csinálni, nem megvárva ugye a 3 év múlva lehetséges fejlesztéseket. És amit egy óriási nagy munkát, és tényleg egy nagyon komoly izzadságszagú, és nagyon komoly munkát, amit beletett a DMRV részéről nagyon sok kollega, annyi történt, hogy amíg ugye Solymárra eljut a víz, ez több településen keresztül halad át, egészen pontosan 51 darab víztározó medencének a vízállátását kell a Dunának a jobb partján a DMRV-nek biztosítania, de egyébként 120 település tartozik a DMRV-hez jelen pillanatban, és ennek a tulajdonképpen a barba trükk és az egésznek a megoldása az lett, hogy gyakorlatilag a szivattyú rendszereket annak érdekében, hogy Solymárra eljusson a víz, úgy próbálták összehangolni, hogy mivel mi ennek a gerincvezetéknek egyrésztről a végén vagyunk, persze van egy ürömi csatlakozás is, csak abból jóval kevesebb, 10-15-20% az, ami vízmennyiség jön, és ürömi is egyébként voltak problémák, tehát onnan sem tudnak nagyon sok vizet biztosítani, de aminek az egésznek a megoldása az annyi, hogy az előttünk lévő települések adandó vízmennyiséget maximálják, tehát ne töltsék tele a víztározókat, maximálják, de úgy, hogy nyilván nekik legyen vízük, ezt pedig az átlagos eddigi fogyasztások alapján ugye tudják feltételezni, hogy mennyire van szüksége mondjuk Piliszentivának, Pilisvörösvárnak, stb. És ugyanakkor meg a maximált értéket követően az a vízmennyiség, ami Solymárnak a vízellátásához szükséges, az meg minimum értéket érjen el, tehát a víztározókba ne 30 cm vízállás legyen mondjuk este fél hét magasságában, hanem ennél jóval több. És ennek eredményeképpen, amit a DMRV-s kollégák erejüket megfeszítve tényleg 2 napon keresztül átkódolták a szivattyú rendszernek a működését, jobban összehangolták, lett az eredménye az, hogy gyakorlatilag a csütörtök estét leszámítva, amikor is az egész régióban, ami a DMRV üzeleltet, 4000 köbméterrel több fogyasztás jelent meg a lakosok részéről, tehát csütörtökön volt a szivattyúk áthangolása ellenére egy csúcs, ami gyakorlatilag eddig, ha jól értettem, még nem is nagyon fordult elő, tehát 4000 köbméterrel több vizet fogyasztottak az a bizonyos 120 település, ebből adódóan csütörtökön este olyan 10 óra magasságában elment a víz, bizonyos helyeken lecsökkent inkább a víz, a panoráma, a víztározó azt hiszem az kiürült, a Hutvágy is gyakorlatilag kiürült, csak ez annyira későn volt, hogy ezt a lakosok már nem annyira észlelték, tehát nem volt belőle nagy baj, de összességében amióta ezt a szivattyú rendszer összehangolást megtették, gyakorlatilag egy folyamatos vízellátás történik Solymáron, azaz polgármester úrnak, jegyző úrnak a korábbi együttműködésével és a támogatásával sikerült gyakorlatilag ezt a dolgot. Én azt hiszem, legalábbis a főmérnök asszonynak a tájékoztatása szerint 80%-os biztonsággal rendezni. Én ettől függetlenül, bár egy optimista embernek tartom magamat, azért bennem ott van a kis ördög, és éppen ezért a főmérnök asszonnyal bátorkodtam azt a kérdést föltenni neki, hogy én esténként én zavaratom őt azzal, mondjuk SMS formájában, hogy azért megkérdezem, hogy akkor a solymári víztározókban biztosan minden rendben van-e, tehát megvan az a 140-170 cm vízmennyiség, ami az szükséges, hogy a estét kibírják a lakosok, tehát kivigye a víztározó, és gyakorlatilag eddig az elmúlt másfél hétben ezt az információt megkaptam, mindig pozitív volt. Ugyanakkor minek utána azért ezt a 80%-ot jelölte meg csak a főmérnök asszony, és én nem szeretném, hogy ez az állapot ez esetleg lecsökkenjen 60-ra, 40-re, vagy 30-ra, vagy 0-ra, tehát hogy ténylegesen elfogjon a víz. Én egy bátorkodtam a képviselőtestület elé lerakni egy 5 pontból álló cselekvési tervet, mely a következőképpen néz ki. Először is
a legmagasabb szinten kellene Solymár önkormányzatának az eddig befektetett energián túl is, és itt most nem csak a polgármester úrra vagy jegyző úrra nézek, hanem mindenki, aki felelős azért ennél az asztalnál, hogy Solymár lakosságának vízellátása legyen, a legmagasabb szinten, akár a DMRV tulajdonosi körében is támogatást kérni ahhoz, hogy gyakorlatilag ebből az 51 darab vízgyűjtő medencéből biztosan jusson abból a solymári 5 körzetbe, ahol ugye élünk, és ami biztosítja ugye a vízellátást. Egyes. Kettes. Megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet esetleg bármi nemű alternatív betáplálást ugye megtenni. Ugye tudva való, vagy nem tudom, kinyomozásomnak az eredményeképpen tudomásomra jutott, hogy például... Bocsáss meg, azért fütyült, mert 10 perce beszélt. 10 volt az előző. Már ez azért fütyült, csak mondom, a gép. Jó. Nyugodtan szakítson fel a képviselőtestület, amennyiben a Solymár vízellátással kapcsolatban nem túlságosan részletekben megyek, igyekszem rövidebbre fogni, de ez egy, azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés, mert az, hogy elmegy az áram, az, hogy elmegy a, nem tudom, a gáz, az is egy fontos dolog, de az, hogy víz nincsen, azért szerintem egy komolyabb dolog, de köszönöm szépen a jelzést. Tehát az alternatív betáplásnak a... Igen, tehát a kettes pont, hogy valamilyen módon megvizsgálni a alternatív betáplálásnak a lehetőségét, tehát például a PEMÜ a PEMÜ-nek van egy kútja a Szélhegyen, amely már 10 éve nem került a vízminőség vizsgálatra, de esetleg meg lehetne nézni, hogy az mind alternatív betáplálás például lehetőség lehet-e. Ez most csak egy példa, nem vagyok vízügyi szakember. Ugye amit én csináltam, hogy gyakorlatilag esténként a főmérnök asszonnyal egyeztettem, ugye itt én javasolnám a képviselőtestület elé, hogy jelöljünk ki egy referenst, vagy referenseket, esetleg egymást is tudják esetleg helyettesíteni arra vonatkozólag, hogy ténylegesen ez a fajta kapcsolat meglegyen, lehessen közvetlen információhoz jutni a víztárolókban lévő vízmennyiségekről, és hogyha ez esetleg egy kritikus szint alá esik, és vélelmezhető vagy nagy az esélye, hogy esetleg el fog fogyni a víz, akkor gyakorlatilag meg lehet azt tenni, hogy a lakosokat lehet esetleg értesíteni, és ezért ez egy óriási lakossági igény, mert mindig ugye azzal találkozunk, hogy egyszerűen csak elfogy a víz, miért nem értesítettek előre, szerintem ezt nagyon szépen, vagy legalábbis én a főmérnök asszonyal ezt az együttműködést ugye megtéve látom ennek a realitását. Két utolsó ponton van még, a kommunikációs kampány. Tehát egy dolog az, hogy ugye van elég víz, a csővezeték rendszer, ami ugye 50 évvel ezelőtt épült, elbírja. De az, hogy a lakosok irányában tudjunk lefolytatni egy olyan kommunikációs kampányt, amivel kérjük őket arra, hogy tényleg optimalizálják a vízfogyasztásukat, ne órákig, bocsánatot kérek, hogy ilyen mondok, fürödjenek, esetleg csak zuhonyozzanak, de most olyan dolgokat belnék bele, ami nyilván ez a magánéletnek a legteljesebb körű sajátossága, és ebben nem szólhat bele senki, de azért mégiscsak, hogyha például csak azt veszem alapul, hogy én beszéltem egy kertésszel, és azt mondta, hogy az esti víz öntözésnek a hatékonysága jóval kicsebb, mint a hajnalinak, most, hogyha este van a csúcs, és az emberek esetleg a öntözőrendszeréket átalakítanák a hajnalira, az már egy óriási előrépés lenne, és lehet, hogy ez a pont 50-80 köbméter, vagy 100 adott medencében jó lenne. És az utolsó ponton pedig ebben a bizonyos cselekvési tervben, hogy hát tudomásom van arról, hogy 2008 évben volt egy vízkorlátozási terve Solymárnak, pontosabban jelen pillanatban úgy tudom, ez is jelenleg hatályos, és ennek a véglegezését 2017-ben már előkészítette az akkori képviselőtestület, esetleg a szakemberek, de hogy esetleg ezt meg lehetne tenni, hogy ennek a véglegezése megtörténjen, és akkor gyakorlatilag, ha mégiscsak nagy a baj, akkor lehetne valami olyan dologhoz nyúlni, ami már esetleg a mostani állapotoknak megfelel. Köszönöm szépen a türelmüket. Köszönöm szépen. Úgy vélem egyébként, hogy szerintem itt egy hiba történt, amit lehet, hogy a vízszolgáltató nem ismer el, de valószínűleg vagy nem időben, vagy nem elégséges mértékben kapcsolták be a szivattyúkat, az történt. Ugyanis a Duna vízszintje nem igazán indokolja azt, ez most a történelmi minimum fölött volt ebben az időszakban, 70,
Nagymarosi mércén 2 méter 80 centivel volt a Duna történelmi minimum fölött, tehát a Duna alacsony vízállása nem magyarázta volna. Az sem magyarázza, hogy Solymár már a sor végén van, ilyen baromságokat is hallottam közösségi oldalakon, Budakalászon sokkal nagyobb problémák voltak tudomásom szerint, ami meg ott van a Szentendrei parti szűrésű kutak közelében. Úgyhogy, de egyébként ugye ez sajtóhír volt, amiben talán Solymárt nem említették meg, de felsorolták Félpest megyét, ahol ez volt a helyzet, legalábbis a nagyobb városokat, még olyan helyen is, ahol én laktam elég sokáig, de sosem tapasztaltam vízhiányt, ez konkrétan Gödöllő városa volt. Valóban a probléma az is, hogy borzasztóra megnőtt az éjszakai vízfogyasztás. Borzasztóra megnőtt az éjszakai vízfogyasztás, ennek oka egyrészt a programozható mosógépek meg egyebek, amiket éjszakára kapcsolnak be, másrészt pedig az öntöző rendszerek, illetve valamelyest ugye a medence feltöltések, ha rámegyünk mondjuk a műhold képre, akkor látjuk, hogy mennyi medence van Solymáron mindenfelé. Vízügyi szakemberek jelezték nekem valóban, akikkel tárgyaltam, hogy éjszaka olyan nagy a fogyasztás, hogy alig bírják feltölteni a medencéket. De én úgy vélem, itt azért történhetett valószínűleg egy műszaki probléma is, amivel én se dicsekednék, ha én lennék az ellátásért felelős. Úgyhogy valóban az lenne jó, hogyha nem fogyasztana a lakosság ennyi vizet, de ezt a fejlődést nem lehet megállítani, ami abból is látszik, hogy mennyi automata öntöző rendszert reklámoznak, meg mindenki angol pázsitot akar a kertjébe. És az egyik ebből adódó nagy probléma az, hogy például most a DMRV megtagadta új lakóterületek vízellátását. Tehát most ott tartunk jelenleg, hogyha most tegyük fel, hogy hirtelen azt mondaná a Kraugarten tulajdonosi közössége, hogy na, akkor ők végrehajtják a telekalakítást, amit 8 éve vagy mióta nem sikerül nekik végrehajtani, de tőlem kérdezik, hogy mi lesz vele, akkor ott állnának a szép telkeikkel, csak nem kapnának vizet. Mert egyszerűen a vízszolgáltató nem adna vizet. Tehát nem járulna hozzá a gerincvezeték építéshez. És valóban itt felmerül a kérdés, hogy ha most megnézzük Solymárnak a szerkezeti tervét, ami ugye hatályban van már tulajdonképpen majd 20 éve, de 10-valamennyi éve, és megnézzük a tartalék lakóterületeket és egyebeket, itt óriási mennyiségű vízre lesz szükség. Hisz már most is akadozik az ellátás, ez vitathatatlan. Bár azért mondjuk én nem állultam el mindjárt, mert én voltam gyerek a 70-es években, itt volt tényleg olyan, amikor egy napig nem volt víz. De az kétségtelen, hogy az említett beruházási tervet behozta nekem a DMRV, és megmutatta gyönyörű látványtervekkel, ami a Tersánszki utcai főnyomóvezeték cseréjét jelentette, a Zavar utcán egy fővezeték a Rézsűben, remélem a Rézsűben, úgy látom a Rézsűben, mert nem az utat szednék szét, a Zavar utcán menne föl. A mérnök tartva az okos környezetvédőktől a kerek zsíroshegyi szerpentinen így vitte föl a csövet. Tehát nem úgy, hogy logikus, hogy mit tudom én átmegyek, és mit tudom én 250 méter múlva ott vagyok a zsíroshegyen, hanem így a szerpentinen körülbelül 670-800 méteren akármennyin. Én azt az információt kaptam, hogy a környezetvédelmi hatóság, amely bátorságáról nem híres, tehát ők úgy tekintenek akármilyen himi-humi környezetvédő szervezetre, mint én a USS Enterprise anyahajóra. Tehát, hogy nem jó vele viccelődni. És már elutasították ezt a projektet. Tehát már előre elutasították Natura 2000 budai tájvédelmi körzet, akármire hivatkozva. Tehát azt, hogy az amúgy is szerpentinben, ami valamikor szekérút volt, de most is, ha a kocsival nem is, de járható ösvény, azon vezetnék föl a vizet. Úgyhogy nem tudom, mi lesz a megoldás, de azt nem tudom, ezt a határozatot, hogy fogjuk végre rajta, de megpróbáljuk, én adom is a szót a jegyző úrnak.
Tehát korábbi években is volt ilyen vízhiány, és minden alkalommal gyanúsan hirtelen tört be. Nem is feltétlenül kellett ez a nagy vízkivétel. Amit én szerettem volna mondani, hogy igen, az öntöző rendszerek azok óriási terhelést jelentenek a vízhálózatnak. Ahhoz, hogy legyen értelme egyáltalán öntözni, körülbelül 10 liter per négyzetméter vizet kell kijuttatni a gyepre egy nap. Ezt lehet, hogy más is meg tudja erősíteni, lehet, hogy még ez sem elég ebben a forróságban. Ezt ki lehet számolni, mondjuk 400 négyzetméternél ez hány köbmétert jelent, és hány köbmétert jelent egy hónapban, és mennyi többletköltséget, és mennyi többletfogyasztást. Tehát gyakorlatilag megduplázza egy háztartásnak a vízfogyasztását. Csak ennyit. Köszönöm szépen. Oké, a helyzet adott. Igazán megoldás csak az lenne, hogyha bővítenék a tartályokat, de hát ugye erre mondhatja a szolgáltató azt, hogy ti meg ne vonjatok belterületbe ennyi területet, és akkor nem lenne ilyen probléma. Ez nem erre van méretezve. Viszont a mi szennyvíztelepünk az például arra van méretezve, hogy már lehet akár 20 ezer lakosú is, tehát mi jobban vagyunk méretezve. Az kétségtelen, hogy a csövek állapota is nagyon rossz, tehát a vezetékek most, ha minden igaz, ősszel felszedik a Mátyás utcai fővezetéket, az Eterni csövet, és kicserélik ezt a vezetéket, és hasonlóan a Bajcsi utcai, meg a Hősök utcai vezeték cseréhez, hogy megint fogyni fognak az Eterni csövek, de ez még a vízmennyiséget nem oldja meg. Tehát a rendelkezésre álló vízmennyiségét. A legutóbbi vízhiány az egy konkrét műszaki probléma volt, ott egy óriási nagy fővezeték robbant fel ott a Duna közelébe, akkor aztán semmilyen vizet nem tudtak adni, tehát akkor attól volt a leűrélés, de ez talán 2 vagy 3 éve volt. Jó, köszönöm szépen, kérdés hozzászólás van-e? Határozathozattal következik. Kilenc igen, egy tartózkodással jóvá hagytuk. 50/2021-es számú előterjesztés, az 1555/1-es helyrajzi szám tulajdon jagának térítésmentes átadása, Nemzeti Infrastruktúra RT. Mit van már az ügyvédi meghatalmazás is? Igen, ez a Rókus utcai 2587 négyzetméter a tulajdoni lap szerint. Ugye itt még egyébként csak, hogy tudjátok, még mai napig folynak perek a vasút kisajátítással kapcsolatban. Például ezen a területen is tudomásom szerint még vannak jogviták, de ez ugye a Rókus utcai körforgalommat érintő kérdés. Tehát a magyar állam azt szeretné, hogy ezt az ingatlant, amit ő épített oda a körforgalmat, ezt adjuk át neki. Dalos Attila? Jegyző úr említette, hogy itt feltételül szabtuk a Széles utca státuszának a rendezését. Ez akkor része a javaslatnak? Igen. Igen. Megalkodás előzetes meg nyilatkozom, Solymár Zárkert, sőt, Széles utca, amikor benne van a határozott javaslatban, igen. Szuper, köszönöm. Okay. Én ezen a térképvázlaton nem találtam ezt a helyrajzi számot. Pedig annyira... Aha, még nincs akkor föltüntetve ezen, nincs rajta, ugye? Aha, értem. És ott a... Tehát egy vált rajzi, az a helyzet... Ahol a körforgalom. Aha. Ja, akkor igen, akkor ez a térképen ugyannyira nem. Oké, köszi. A vasútfejlesztés idején ugye ezen a területen a Wienerbergertől, illetve magánszemélyektől nagyon nagy darabokat sajátítottak ki. Hisz ha emlékeztek, annak idején ott nem volt semmi, és akkor ma már ott megy ez a 16 vagy 18 vagy nem tudom hány méterre kiszabályzott út, és a mai napig van olyan tulajdonos tudomásom szerint, aki perben áll a magyar állammal, tehát nem zajlott le a kisajátítás. Az út addig megépült, mert felfüggesztették, a bíróság úgy döntött, hogy a projekt mehet, azt ne akadályozzuk, de még úgy tudom, hogy még mindig vitájuk van ott a kisajátításról. Hát ez meg ennek a körforgalom része, ez valószínűleg a per miatt, vagy a perek miatt volt útban.
Köszönöm, ha nincs kérdés, akkor szavazzunk. Tíz igen, egy hangú. Utolsó előtti főzőkonyha építése közbeszerzés. Ugye a főzőkonyha építése az két részből áll, egyrészt az épület megépítése, másrészt a konyha technológia beszerzése. Ennek a közbeszerzésének a megindítását határozzuk most el ebben a három határozatban. Ez még konkrétan természetesen nem arról szól, hogy mi a döntés, hanem az, hogy egyáltalán elindíthatjuk a közbeszerzési eljárást. Kérdés, hozzászólás van-e? Hasonló az előzőhöz ugye az ügy. Nagy László Csaba. Köszönöm szépen. A beruházás előzetes tárgyalásánál szó volt arról, és azt hiszem egyet is értettünk, hogy fontos lenne olyan képességekkel ellátni ezt a főzőkonyhát, amely nem csak az önkormányzati intézmények ellátására, hanem netán a lakosok vagy szélesebb kör piaci ellátására is alkalmas, leginkább az üzem fenntarthatósága okán. Az első kérdésem az lenne felétek, hogy mennyire sikerült ezeket érvényesíteni, a második pedig, hogy van-e már arról valami tudomás, vagy lehet-e valamit tudni róla, hogy milyen feltételek mellett lehet majd ezt üzemeltetnie a tulajdonosnak, amely nyilvánvalóan az önkormányzat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van jó és rossz hírem. Jó hír a kérdésedre, a válasz rossz hír az nekem, hogy lesznek szakácsaim. Ugyanis a második felével kezdem a kérdésnek, a pályázat kikötötte, hogy nem lehet kiadni üzemeltetésre ezt az intézményt, de a Magyar Államkincstár úgy nyilatkozott, mert én tettem azért egy fáradt kísérletet, hogy a saját 100%-os tulajdonú KFT-nek sem adhatjuk ki. Tehát ugye az intézmény vezetőkön kívül én tulajdonképpen 5 védnőnőnek meg egy állatorvosnak vagyok a főnöke. Most még lesz néhány konyhalányom is, meg szakácsnő, meg nem tudom, szóval lehet, hogy beállok én is, végül is szeretek főzni. Na, szóval a lényeg az, hogy igen, így fog menni az üzemeltetés, az első kérdésre már válasz, hogy igen, az épületet eleve úgy terveztük, hogy a pályázat ugyan csak óvodai és bölcsődei étkeztetésre volt kiírva, tehát nekünk úgy kell beadni, hogy óvoda és bölcsődei étkeztetésre, én azt kértem a mérnököktől a kezdet-kezdetén, hogy egy olyan épületet támadjanak, ami alkalmas arra, hogy további bővítéssel ellássa majd az iskolát is. Sajnos iskolai étkeztetést nem vehettük bele a pályázatba, tehát most nem csinálhatjuk, hogy iskolai étkeztetést ellátunk. Bölcsőde nem jön szóban, annak saját főzőkonyhája van ugye a mi esetünkben, úgyhogy igen, kifejezetten így szeretnénk. Azt az is meggondolandó valóban, hogy esetleg ezt valahogy üzletszerűen működtetni, csak ahhoz kellett volna, hogy mondjuk a cég csinálja, mert aztán még én ilyen ételkereskedő is leszek, vagy nem tudom, futár. Szóval lényeg az, hogy igen, igyekszünk ezt majd utána úgy bővíteni, hogy további ellátásokat is biztosítsunk vele. Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, akkor az első, hogy megbízzük a közbeszerzési tanácsadót, hogy indítsa el ezt a pályázatot. Tíz igen, egy hangú. Az építési beruházásról, mivel az egy más közbeszerzési rezsim szerint történik, arról külön kell határoznunk, tehát ez a második határozat. Tíz igen, egy hangú. És a harmadik ugye a konyha technológia, az eszközbeszerzési pályázat. Lennénk már készülve. Tíz igen, egy hangú. Köszönöm szépen. Következik a 11-es sorszámon felvett 52 itt tévesen van, de ezt majd kijavítjuk. Igen, az 51 volt az utolsó. Előterjesztés Solymár földútjainak spormentesítése. Parancsolj!
Köszönöm szépen, polgármester úr. Őszintén megmondom, kicsit rosszul érzem magamat, mert egy olyan véleménynek és a előterjesztésben megfogalmazottak van egy olyan véleményemnek adok a lakossági igények alapján hangot, mely tekintetében is, meg gyakorlatilag minden más tekintetében is az állatlan igen tisztelt településünknek a polgármesterének a tapasztalatával nem tudok versenyezni, nem is fogok soha, olyan jellegű, olyan óriási tapasztalatot én nyilván soha nem fogok feltenni, vagy összegyűjteni ennek vonatkozásában sem. Ugyanakkor az a elementáris igény, ami gyakorlatilag szinte két naponta jelenik meg a Hutvájt körzetében, és szerintem minden olyan más körzetben, ahol földutak vannak, Solymáron, csak Hutvájtban van a Solymár földutnak a kétharmada, számomra nem adnak más választást, mint ezekkel a dolgokkal azonosul. Én is földút mellett laktam, tudom, hogy pontosan mit jelent, amikor megvettem a telkemet, akkor még ott nem volt aszfalt, és utána jártam egy kicsit, hogy tulajdonképpen azok a problémák, vagy azok a kritikák, amelyek ezt a kalciumkloridos pormentesítést érintik, azok mennyire, tehát máshol, más településen hogyan jelentkeznek. Szentendre, Budakalász, Érd, Tárnó, Gödöllő, Gyál. Ezek a települések mind ezt a rendszert használják, és az a társaság, akitől én az ajánlatot megkértem erre a kb. 7 kilométernyi útnak, tehát nem csak Hutvájtot érintő, hanem az összes Solymáron található belterületi földutaknak a számát tartalmaz, az a közel 7 kilométer. Ott nekem azt a választ adta a kivitelező, hogy ezt a szórást a saját gépeikkel, kvázi szolgáltatásként, tehát nem a település üzemeltetési Kft-vel, akiknek azt hiszem talán nincs is ilyen gépük, tehát nem is tudták ezt kipróbálni a gyakorlatban, már olyan szóróegységgel, amivel ez a társaság rendelkezik, garantálják azt, hogyha ezt tavasszal megszórják, utána már legközelebb csak ősszel kell, és azt mondták, hogy ha ez annyira hihetetlennek tűnik, akkor megadják az összes referens személyt, aki ezeken a településeken az ő szolgáltatásaikat szokták igénybe venni. Gyakorlatilag rengeteg munkájuk van, és meg vannak elégedve velük. Tehát én azt gondolom, hogy ezen lakosok, akiknek még hát az, hogy aszfalt kerüljön az útjaikra, az én körzetemben 19 ilyen belterületi út van összesen, az még nagyon-nagyon a holdban van. Nyilván mindent el fogok legalábbis én követni, hogy ezen aszfaltozott utaknak a mennyisége nőjön, de akik még nem fognak ennek a közelében élni, azok most jelen pillanatban nyelik a port. A növényeiken, a bútoraikon minden ott van, újnyi vastagon a por, néhány nap alatt, hogyha letörlik. Én azt szeretném csak tisztelettel kérni, hogy amennyiben ez a 210 forintos négyzetméter ár, amelyet ha megszorzok mondjuk egy 3 méteres sávval, és azt megszorzom azzal a 7000 méterrel, amely ugye mondjuk a Solymár összes belterületi földútjára jelenik meg, 4,4 millió forintra bruttó összegbe jön ki. Ha ezt esetleg sokálja a képviselőtestület ezen problémának a rendezésére, ami mondom nagyon-nagyon erőteljes, és nagyon sok embernek ez probléma Solymáron, akkor esetleg nézzünk meg alternatívaként, ha ezt polgármester úr is tudja támogatni, egy olyan változatot, hogy nézzük meg, hogy akkor most csináljanak meg egy utcát, és teszteljük le, hogy ez a társaság vajon tényleg valóságot állít-e, és akkor az fog porosodni, vagy nem fog porosodni, és akkor ennek a töredékéből esetleg meg lehet valósítani ezt a tesztelést. Ennyi lenne, amit szeretnék indítványozni. Köszönöm szépen. Dalos Attila. Köszönöm. Egyrészt ezt a kalciumkloridos pormentesítést, ezt láttam én is élőben működni, egyébként működik, de azért vannak korlátai. Tehát ugye itt konkrétan az a cég mondta el erről a véleményét, aki ezt végzi, nyilván mivel ez a porték, amit szeretne eladni, nem fog rosszat mondani. Tehát én azt javasolnám, hogy a Budakalászon ismerek, tehát van kapcsolatom, megkérdezem, hogy hogy az önkormányzatnak is hasonló jó, meg az otthonoknak is hasonló jó véleménye van erről a beavatkozásról, csak hogy legyen két oldalról vélemény. Valóban megoldja a kalciumkloridos kezelés a Murvás útnak a pormentesítését akkor, hogyha az ott is marad, tehát beissza a föld, vagy a murva,
de ahogy az polgármester is mondta, tehát hogyha eső jön és leviszi a murvát, akkor azzal viszi magával a kalciumkloridot is. Ami, hogyha 2-3 ilyen esős, viharos este után gyakorlatilag semmi nem marad belőle, tehát az a probléma, hogy a lejtős utcák esetében nem egy ilyen beszórásról beszélnénk, hanem nagyjából minden eső után egy kezelés szükséges ahhoz, hogy ez működjön. Tehát mindenképpen szelektálni kellene, és én azt gondolom, hogy azokban az utcákban lenne ennek értelme, ami egyébként viszintes helyen fekszik. Ez például a Hutvejd esetében ugye nyilván a lejtős utcákra nem érvényes, viszont a keresztirány utcákra talán igen. A harmadik dolog pedig az, hogy egy csomó olyan földutunk van, ami például én is egy ilyenben lakom, ami egy kicsi zsákutca, de van ilyen, ami esetleg nem zsákutca, de szintén ilyen, hogy csak az adott lakók járnak oda be. Na most, ahol az adott lakók járnak be, ott bocsánat, az, hogy van-e por vagy nincs-e por, az rajtam, meg a szomszédomon múlik, hogy egyébként ez képződik-e, és én nem gondolnám, hogy önkormányzati feladat ennek a megoldása, hanem azt gondolom, hogy beszélni kell a szomszéddal, hogy talán nem teligázzal kellene hazajönni, és akkor talán kevesebb por lenne. Tehát azoknak az utcáknak az esetében, ami viszintes és átmenő forgalommal is érintett, tehát például most ugye az éppen aszfaltozás alatt lévő Ásvány utca meg a Párhuzamos utca között az átjáró utcák, azok szerintem nagyjából ebbe a kategóriába tartoznak. Én azt gondolom, hogy ott talán van ennek jobb létjogosultsága, viszont lejtős utcákba, meg átmenő forgalommal nem érintett utcákba viszont nincsen, illetve még azt tenném hozzá, hogy érdemes lenne akkor talán a kalásziakkal, a szentendriekkel, nem tudom, hol van még kapcsolat beszélni, hogy nekik mi a tapasztalatuk egyébként ez ügyben. És még egyet tennék hozzá, hogy ha ezt kipróbáljuk, próbáljuk ki. Én is azt ezzel egyet tudok érteni. Viszont azért mielőtt döntünk erről, nyilván több ajánlatot azért érdemes ez ügyben bekérni. Köszönöm. Köszönöm, amit én eddig láttam a piacon, egyébként ez egy jó ár, tehát de kérhetünk még ajánlatot természetesen, tehát egyébként ez egy jó árnak számít, tehát általában olyan 1000 forint körül négyzetméterre szokott kijönni, már úgy értem, hogy egy pálya szélességre. Azon gondolkozom, hogy a 3 méterrel elég-e számolni, de akkor viszont, ha itt elhangzottak javaslatok, akkor én valami olyat szeretnék kérni, amit meg is tudok szavaztatni, hogy akkor mi legyen konkrétan. Tordai Miklós? Attila elmondta gyakorlatilag ugyanazt, amit szerettem, hogy nem akarom megismételni. Én is azt mondom, hogy tesztjelleggel valahol próbáljuk ki. Én is sok helyről hallottam erről. Nagyon vegyes kép az, amit visszakaptam. Egy apróság, amire felhívnám figyelmet, a végén van egy kis számolási hiba, mert hogy a nettóból bruttó lett valahogy, miközben nem szorzódott meg az áfával emelt kulcssal, úgyhogy az még kicsit rontja az optikáját ennek az egésznek. Szorozd meg, és akkor rájössz, hogy sajnos. 2-3-6-6 és 42. Cseh Angéla. Igen, mi jó páran, mi is ilyen helyen élünk, ilyen utcában, úgyhogy első kézből is meg tudjuk mondani, hogy mennyire lehetetlenek ebben az utcában lakni. Mert tényleg, ahogy a 10 km per órával megy az ember olyan sebességgel, akkor is húz az autó. Én annyira óvatosan megyek, hát ott élek. Annyira óvatosan megy az ember, és mégis húz valamennyire. De ott van az a rengeteg építkezés, ahol vadidegenek vannak, 200-al száguldanak az utcába le. Én már olyan kicsit olyan az utca csendőrének érzem néha magam, amikor kiállok és így integetek, hogy lassan, így próbáljunk meg egy kicsit lassabban menni, mert megfullad mindenki. Tényleg annyira nagy por van. És ez a másik, hogy vannak olyan murvafajták, mert volt, amikor jobb murvát kaptunk, ami nem ennyire porózus, de amit most legutoljára kaptunk terítésre anyagot, az olyan puderszerű volt. Az terítés után az úgy is állt, hogy annyi úgy jött föl a tetejére is, hogy egy valami egészen hihetetlen finom porréteg képződik rajta, amit tényleg nem lehet megállítani. Mert ha rengeteget gyalogolunk, és a gyalog megy az ember, akkor is látja, hogy iszonytatóan fölverjük ezeket. Úgyhogy támogassuk.
Köszönöm szépen. Igen, vagyunk itt egy páran, akik Murvás úton lakunk. Ezzel együtt valóban, ahogy Attila mondta, lassan kéne menni. Mert én szerintem szólhatunk akármivel, az ugyanúgy porolni fog, pláne hogyha az egyik a szélén megy, és az egyik kereke lekerül erről a kezelt felületről, mindegy, mert ugye azért alapvetően nem 3 méter szélesek ezek az útpályák. Jó, kérem szépen, én továbbra is kérdezem, hogy akkor én most mit szavaztassak meg. Köszönöm szépen Tordai képviselőtársamnak a észrevételét. A végösszeg az jó, tehát ez a 4.410.000 forint, ez jó. A véletlenül benne maradt a 200, tehát a négyzetméter ára 165 forint nettó. Véletlenül a 210-nél ott maradt, mert őszintén megmondom, össze így akartam írni, de végülis a plusz áfa, tehát a 210 forint plusz áfa azból a plusz áfa az nem valós, tehát de a végár az a 4.400 az valós, tehát arra még nem jön rá az áfa, de árajánlatot át tudom küldeni. De köszönöm szépen a észrevételt. Jó, akkor mi legyen? Parancs. Hát akkor szerintem két verzió van, esetleg szavazzuk meg mind a kettőt. Az egyik az, hogy kipróbáljuk ilyen viszintes erre alkalmas utcákon, szerintem az Ásvány utcára merőleges utcák azok erre tökéletesek. Szándékosan én mondom, és nem az ott lakó képviselők, mert műszakilag egyébként ott indokolt, és ez... Ez az A verzió, a B verzió meg az, hogy napoljuk el, ameddig ezekről az információkról van további. Tehát ezt a két módosító javaslatot tenném akkor. Köszönöm szépen. Jó, ha abban maradunk, hogy valamelyik utcán vagy utcákon próbáljuk ki, akkor az melyik legyen. Most ugye ráadásul az Ásvány épül, tehát ott most más a forgalmi helyzet. Köszönöm. Egyébként tényleg azt akartam javasolni, tudnilik az utcámban levő egyik ott lakó javasolta ezt a problémát. Így fordult az Istvánhoz, tehát ez alapján állította ezt össze. Tehát akkor legalább kedvezünk neki most, hogy pont én is ott lakom, ez századlakos. De rá lehet számolni. Igen, mondjuk utca elején lakom, és minél tovább mész, annál jobban porzódik. Oké, akkor egyet-kettő, mezőrét melyik? Egy. Melyik legyen? Javaslatot úgy módosítjuk, hogy a Mező utca esetében kipróbáljuk a kalciumkloridos pormentesítést. Költsége annyi lesz, amennyi körülbelül tudjuk, mik az árak, tehát ennek majd a költségvetésbe beemeljük a fedezetét. Jó, így jó mindenkinek akkor egyenlőre? Igen, nekem csak annyi kérdés, hogy mi van akkor, hogyha beválik, és mi van akkor, hogyha nem. Imádta nem, akkor nem rendeljük meg, de hogyha beválik. Hát beválik... Csak legközelebb szeptemberben találkozunk. Az nem olyan biztos egyébként, pláne a közbeszerzési döntések miatt. Tehát az nem biztos, hogy csak szeptemberben találkozunk. Úgyhogy... mondhatok nekem másodály, nekem azt mondjátok meg, mit szavaztassak meg. Jelenleg az a módosító javaslat, hogy próbaképpen a Mező utca esetében rendeljük meg ezt a szolgáltatást. Erről szavazunk. Jó? Akkor erről szavazunk. Tíz igen, egy hangú. Az, hogy mennyire az idő kell, így van.
Az úgyse fog kiderülni azonnal, illetve hamar kiderül, mert ha mondjuk ilyen nagy kánikulában nehezebben nem is igazán működik, de egy átlagos nyári napon azért működik, tehát akkor nincs reggeli harmat, meg teljesen így nem csapódik ki a vízé a pár a levegőből, olyan rohadt meleg van már hetek óta. Jó, köszönöm szépen, akkor abban az esetben majd elemezzük, hogy sikerül ez a projekt, ha szükséges, úgyis mondom, lesz itt még néhány rendkívül ülés, tudunk erről még akár most is dönteni, bár szerintem azért nem kell ezt a kérdést ennyire elkapkodni, mert évtizedek óta lakunk ezekbe az utcákba, és jobb lenne, hogyha tényleg a mélyen tisztelt lakosság ne kövérgázzal tolná végig ezeken a burkolatlan utakon az autóját, mert tényleg ezen múlik. Tehát tényleg ezen múlik. Én láttam már frissen fellocsolt úton is felverni port, mert úgy ment. Igen. Jó. Jó, kérem szépen, akkor kérdésekre, hozzászólásokra kerül sor. Egyelőre hárman jelentkeztek a monitoromon. Kővári András képviselő úr, parancsol. Köszönöm a szót, polgármester úr. Három kérdést írtam össze magamnak. Részben beszéltünk róla, tehát megengedjük, hogy a lakosok öntözzék a díszkertjüket. Akkor az az én kérdésem, hogyha ez igaz, hogy megengedjük, a szolgáltató biztosítja a vizet, akkor vajon a közterületeken kiültetett virágokat hogy engedjük öntözni? Engedjük-e öntözni, vagy kannázni kell a virágokat? És hagyjuk tönkremenni, hogyha azt mondjuk, hogy vízkorlátozás van, és a befektetett munka, a szépség a semmibe vész. Tehát mit tehetünk a közterületi virágok öntözésével? Ez az első kérdésem. A második, amit szeretnék megkérdezni, hosszú évek óta szeretném, hogyha minden buszmegálló fedett lenne. Van, ahol elfér a buszmegálló, van, ahol nem fér el, és a pandémia előtt másfél évvel akkor arról volt szó, hogy akkor a külső Bécsi úton a Schwabóval szembeni buszmegállónál ott megépíti ez a vállalkozó, így Pilisboros Jani önkormányzattal közösen. Mikorra várható, hogy nekiállnak ennek a buszmegállónak is? Ez a második kérdésem. A harmadik, nem tudom, hogy mondjam-e világnyelven, vagy mondjam ki. Mondd ki. Akkor az viszont 18 karikás lesz. Igen, fütyülök. Elkezdjük fütyülni. Írjam körbe? Jó. Tudunk a sorok között olvasni. Hát meg kell, hogy válogassam a szavaimat, és elnézést kérek. Az volna az egésznek a lényege, hogy Solymárra az én szüleim és minden solymári mindenkit befogadott. Aki ide költözött, az láthatta, hogy milyen szép település Solymár, milyen gyönyörű környezetben helyezkedik el, és hogy milyen szorgalmas, többségében sváb emberek laknak itt Solymáron. És a többsége ezt tudomásul vette, és próbált is beilleszkedni az írott és íratlan szabályokra. Most jelen pillanatban, az utóbbi 20 évben rengeteg olyan intézmény került ide Solymárra, ahol véleményem szerint az engedélykiadók nem jártak el eléggé körültekintően. Mire gondolok? Egyik pillanatról a másikra nyílhat egy magánovoda, nyílhat egy magániskola, és nekünk, mint önkormányzat, semmilyen ráhatásunk nincs. Több kérdésem van, ugye az első, hogy az engedélyező hatóság
miért nem vizsgálja meg, hogy ez az új, egyébként jogos intézmény, hogy lehet megközelíteni? Milyen zajhatással jár? Mert hogyha megengedünk bármilyen intézményt, és senki nem méri föl, hogy hány négyzetméter, hány ember fog ott dolgozni, egyáltalán hány gyermek lesz napközben ott, mi van a tanárokkal, hol fognak megállni ezek a járművek, és lehet, hogy papíron ki tudják munkálni, hogy majd be fognak állni az udvarba, de ugye ennek mekkora a reális esélye. Így, hogyha azok az emberek, akik ide jönnek, hozzák a gyermeküket, és megpróbálnak valahol megállni, mert valahol meg kell, nem biztos, hogy szabályosan állnak meg, pedig tudjuk, hogy intelligens ember más kapu bejárójába nem áll meg. A többinek meg tilos. Tehát mit csinálunk akkor, amikor konkrétumot mondok, a József Attila utca mindkét oldalán korlátozva van a várakozás, ugye a páros oldalon a tilos még a megállás is, ugyanakkor a református templomtól följebb, a Petőfi Sándor utca elejéig, ott nincs korlátozva a megállás, nincs korlátozva a várakozás, csak ugye oda kéne figyelni, hogy ki hol áll meg. Ott is van jó néhány vállalkozás, és ezt most én figyelem, hogy mi történik, mert ugyanis az történt, hogy jó néhányan megállnak úgy valakinek a kapubejárójába, hogy hiába szólnak neki kedvesen, hogy aranyoskám, szeretnék bemenni az udvarra. És mit tud tenni akkor egy solymári édesanyja, egy nagymama, amikor azt mondják neki, hogy fogd be a pofádat, hülye sváb picsa. Tehát ugye az a kérdés, és most kimondottan erre vonatkozik, hogy mit tudunk tenni az ilyen jellegű megnyilvánulásoknak a visszaszorítása érdekében. Mert nyilvánvaló, hogy én a saját részemről, én hasonlóképpen mondtam volna én is ennek a hölgynek, ennek a telepjáros hölgynek, hogy akkor ő ugyanilyen. De hát a szeretet és a békesség jegyébe, ugye ezért nem illene ilyesmit mondani. Tehát ez volt hozzá amit szerettem volna elmondani, és az itt élők nyugalmának a védek érdekében, tehát hogyha valamilyen intézmény szombat, vasárnap is nyitva van, és ugye megy a játékot, dolgozatok, legények, holnap lesz a vásár, kifizetlek benneteket, ha eljön a császár, és ez egész szombat, vasárnap, reggeltől délutánig ott így zajonganak ezek a tanulók, akkor ez az ott élőket zavarja, miért nem tudunk fellépni ezeknek az embereknek az érdekében. És a hatóságok tulajdonképpen miért nem eléggé körültekintőek? Kérdezem, hogy a jövőben, hogyha ismételten megvásárolnak itt a környéken ingatlant, és valamilyen intézményt hoznak létre, miért nem szólhatunk bele az itt élő embereknek, meddig kell tűrni ezt a zaklatást, akik ide jönnek? Mert egyébként hétfő reggel fölmentem, és 6 óra után összesen 2 gépjármű parkolt az egész József Attila utca végső szakaszán, Dózsa Györgytől a Petőfi Sándorig. És napközben nyilvánvaló, hogy meg kell állni, és ott foglalják a helyet. Azt hiszem, hogy föltettem minden kérdést. Eddig 3 hangzott el, 3 mondtam. Igen. Köszönöm szépen. Nos, ilyenkor mindig olyan, nem zavarban vagyok, csak ez egy kicsit szarérzés. Tehát körülbelül olyan, mintha, pardon, tévében vagyunk, tehát körülbelül olyan, mintha számon kérnék rajtam a padlássöpréseket, vagy az erőszakos TSS-ítést.
holott én ugye 1964-ben születtem. Tehát ugye amikor ezek az intézmények ide települtek, akkor ugye nem ez a polgármesteri hivatal és nem ez az önkormányzati vezetés volt. Tehát ezt először is szögezzük le alapvetően. Tehát a József utcában ugye amikor az iskola, illetve a tanárképző kialakult meg ezek, akkor én ebben semmilyen módon nem vettem részt, ez a testület se, ez a hivatal se, sőt ebben a hivatalban szinte senki nem. Tehát ez ugye az, ez csak azért mondom, hogy az egésznek ne legyen egy olyan íze szaga, hogy mi vagyunk a tehetetlenek. Nem mi csináltuk. Tehát, hogy mit lehet eljárni egy ilyen intézménynél, hogy a parkolás meg egyéb kérdéseket, építési kérdéseket, ezt jegyző úr el tudja mondani a hatóság szempontjából, hogy mi kell egy ilyen intézmény engedélyeztetéséhez. Szóval jogállamban élünk, ha van egy csendrendeletünk, azt be kell tartani, erre megvannak a szabályok, és ezek a szabályok be is tarthatók. És ezért is tartunk direkt hétvégén is állandó közterületfelügyeletet, akit lehet hívni, hogyha hétvégén például egy ilyen probléma fellép, adott esetben még hétvégén is riaszthatók ezek a szolgálatok. De magát az engedélyeztetés meg egyéb eljárásrendet azt szintén ismerjük, ott is megvannak az előírások, hány parkoló kell, meg micsoda. De még egyszer mondom, mit gondoltak akkor, mikor annak idején mondjuk az iskolát a József utca közepére engedélyezték, vagy nem tudom, mi volt akkor az engedélyezési feltételrendszer, vagy eljárásrendszer, de tényleg egy lehetetlen állapot, mert hol lehet parkolni? Tehát sehol. Igazság szerint Solymár már megtette azt a gesztust egyébként az iskolát működtető alapítvány felé, hogy beáldozva egy szép nagy értékes telkét, egy szabad teret hagyott a Pacsirta utca végén, ahol parkolhatnak. Egyébként pont a múlt hónapban kerestek meg az iskola vezetői, hogy hát azt ők kapták parkolónak, és mit tudom én, nem tudnak hol parkolni, mert sokan odaállnak. Hát én meg felvilágosítottam, hogy mi egy telket biztosítottunk neki. Az egy telek. Az nem közterület, az ott egy telek helyrajzi szám. Tehát azt mi eladhatnánk mondjuk 30 millióért adott esetben. Na mindegy, de megpróbálunk rá megoldást találni. Ennyit a parkolásról, te jössz. Parkoláshoz még annyit, hogy Kővári András képviselő úr jelezte nekem telefonon, hogy ott a József Attila felső részén lakossági bejelentést kapott, és mi kimentünk rögtön, tehát kamerafelvétel is van. Hasonló, tehát akkor abban a pillanatban nem volt probléma. Én azt kérem a lakótól, hogy nyugodtan, közvetlenül hozzánk jelentse be, hogyha ilyen jellegű problémája van, közterület felügyelő 10 percen belül kint lesz, és akkor tud intézkedni. Amennyiben szabálytalanul parkolnak, és nem az ő hatásköre, akkor feljelentést fog tenni a rendőrségnél. Amit tapasztaltunk egyébként, hogy rendszeresen rossz oldalon állnak, és fölállnak a járdára, úgy, hogy egyébként nincs megengedő tábla. Tehát valahogy az emberek fejébe ezt azért be kellene vésni, vagy verni valamilyen formában, hogy ha másképp nem, akkor bírság útján, hogy a járda az nem parkoló. Tehát nem szabad tilos járdára állni, kivéve ha tábla megengedi. Az öntözéssel kapcsolatban nincs tiltás jelenleg semmi. Tehát egy kérés hangzott el a DMRV felől, az ő irányukból, hogy mi ezt publikáljuk, hogy lehetőség szerint az öntözést, medencefeltöltést, gépkocsik mosását vegyék vissza a lakók, annak érdekében, hogy helyreálljon a vízszint. Helyreállt egy nap után. Tehát egyébként ugye ez a probléma, hogy valakik óriási munkát, pénzt, költséget fektetnek kertek kiépítésébe, fenntartásába, és akkor hirtelen egy ilyennel ezt teljesen ketté lehet vágni. De nincs korlátozás jelenleg, és ennek ellenére azt kérjük a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, de télen is ugyanúgy kellene szerintem spórolni az ivóvízzel. A buszmegállóval kapcsolatban pedig én most megnéztem a levelezést, le kell ellenőriznünk, ott valami kiépítése még várat magára, de egyébként megvannak a tervek is, sőt én úgy tudom, hogy
hogy ha kijebb megyünk az ürömi körforgalom felé, akkor ott fel lett újítva több buszmegálló, ami egyébként bár Solymár közterületen található, tehát solymári közigazgatási területen található, de Pilisboros Jenőt szolgálja ki, ott már ki lettek cserélve. Meg kell kérdeznem, és akkor erre írásban fogunk válaszolni. Buszmegállókhoz meg az előző egy fél mondat, igen, végigjártuk a borosjenői kollégákkal, meg a Greenvest, ez a céggel, amelyik ezt telepíti, ahol tudta telepíteni, ott ki is telepített az új buszmegállókat, ezt megnézzük, hogy ez az egy még miért nem készült el, egyébként azóta már további megállókat is rendeltünk tőlük. Még egy fél mondatot itt a parkolási kérdésekről. Egy dologban viszont nehéz helyzetben vagyunk, én ezt az ügyet felvetettem a rendőr alezredes asszonynak, a Pilisvörösvári őrsparancsnok asszonynak, mikor hozta a rendőrségi beszámolót, amit ugye elfogadtunk, illetve elfogadtam, de hát elküldtem nektek. Hogy én kérdeztem tőle, hogy mi van akkor, hogy úgy látjuk, hogy a közterület felügyelő tesz egy feljelentést, és mintha a rendőrség ezt nem vizsgálna, vagy nem foglalkozna, ami biztos, hogy nem így van, mert hát itt elektronikusan megy minden, szóval ez egy kormos duma, hogy nem foglalkoztak vele, ilyen nincs, akkor határozatot hoznak valamit. A probléma az, hogy az objektív felelősség nem vonatkozik ezekre a cselekményekre. Tehát itt törvénymódosításra lenne szükség. Ugye az objektív felelősség körül határolható, hogy mire vonatkozik, erre az ügyre nem. Tehát egyszerűen lepattintja azzal az ügyfél, hogy nem vagyok köteles a, mit tudom én, rokonomra terhelő vallomást tenni. És ebben a pillanatban, ugye ezt az objektív felelősségről szóló törvénnyel ennek húzták ki a méregfogát, mert ugye mindenki ezt mondta, hogy a rokona vezette, egyenesági rokona, de nem, ez az objektív felelősség. Na, az objektív felelősség az, hogy nem érdekel, ki vezette, tied az autó, te felelsz érte. Na, ebben az esetben ez nem alkalmazható. Sajnos, de reméljük, hogy lesz törvénymódosítás. Angéla? Én szeretném megkérdezni, hogy meddig kell nekünk a kutakat bejelenteni, mert mint hogyha valamikor most... Ja, akkor még 22-ig van, akkor még időnk. Rendben. A másik kérdésem az lenne, hogyha a legközelebb beszéltek majd a Pilisvörösvári rendőr alezredes asszonnyal, hogyha lehetne kérni megint annak a behajtani tilos 6-tól 9 óráig területnek az Osán mellett az ellenőrzését, az Akácfa utca, mert olyan felháborító, olyan demoralizáló az embereknek, amikor már reggel 6 órakor beállunk a sorba, és vidáman jönnek emberek, és leelőzik az egész sort úgy, hogy porzik az egész, akik ott laknak tényleg, meg akiknek ott vállalkozás van. Lehetetlen szerencsétleneknek így. Úgyhogy hogy ezt is, hogyha időnként ellenőriz, nagyon hálásan megköszönnénk, hogyha egy pár bírságot kiosztanának. És a másik, amiről gyakran szokott az interneten ügy lenni, a két fekete arcú kutya, olyan, hogy szabadon mászkálnak nagyon gyakran a faluban. Neked az arcuk? Igen, valami vadász, hogy nem tudok, nem tudom, valami. Tudjuk, hogy hol laknak. Nem mondom. Mindenféle mászkálnak, bemennek kertekbe, megkergetik a tyúkokat, meg macskákat egrecíroznak. Volt, amelyiknek leharapták a farkát. Tehát a macska ugyanolyan rangú állat, mint egy kutya, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy most mi van, hogy farokkal kevesebb vagy nem. De ilyen nincs, hogy szabadon garázdálkodik két kutya, elém úgy ugrottak ki egy kanyarba, pedig köztudottan úgy megyek a faluban, mintha tojásokon vezetném az autót, és úgy ugrottak ki kanyarba elém, hogy én nem szeretném senkinek se a kutyáját elütni, azért, mert képtelenek kordában tartani, képtelenek rendes kutyatartásra. Tényleg az embereknek ez olyan hihetetlen lelki teher lenne, hogyha itt egy halálra gázolnánk egy kutyát amiatt, mert a gazdájának nem olyan fontos, mindig szabadon vannak. Hogyha tudnátok módot, hogy az ilyen notórius esetekben, mert egy időnként előfordul, hogy persze kiszalad, de amikor elég gyakran történik. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Kutak engedélyeztetéséről mondta a jegyző, hogy jövő év vége a határidő, de mi már felvettük a kapcsolatot, és tárgyaltunk egy ilyen kút engedélyeztető céggel, aki mondta, hogy ha meghirdetjük, és ő Solymáron ezt vállalhatja, természetesen nem kizárólagossággal, csak segítünk neki abba, hogy ezt a szolgáltást reklámozza, ő nagyon jó árakat adott, tehát úgy néztük a piaci árakot, ezt szintén a többi polgármester társammal együtt vetettük fel egy ilyen térségi gyűlésen, hogy itt közösen keressünk ilyen cégeket, tehát van is olyan cég már, aki mind furt, mind ásott kutakat, gyűrűs kutakat engedélyeztet. Tehát a határidő az még egy olyan másfél év, ezt tudja mindenki. Tudnia kell mindenkinek, akinek kútja van. A rendőrségnek jelezhetjük, igen, az akácfócai behajtást szokták is ellenőrizni. Most azon gondolkodom, hogy ez most nagy erekség lenne, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk vasárnap este lerakunk két rohadt nagy jersey elemet, ilyen két tonnásat, és lezárjuk az utat valahol elől. No, és a sok mókus hétfőn oda megy, és ott megáll a végén, aztán fordulhat vissza. Hogy? Kínáltuk már, és nem szólt a tűzoltóság, hogy nem volt a megoldás. Hát ők el tudják rántani egy pillanat alatt. Jó, ebbeket azt a hivatal intézi. Dalos Attila. Ja, de válaszolják. Ja. Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék a kutyákkal kapcsolatban, hogy ismerjük őket. Én magam is láttam, kaptak is már bírságot, nincsenek rossz körülmények között tartva egyébként, ott van egy építkezés, amely miatt könnyebben kijönnek, ugyanakkor én azt szeretném kérni, hogy tehát ne közösségi felületen osszák meg ezt a problémát, hogy kutyák ott szaladgálnak, mert azokat ugyan igyekszünk követni, de nem, tehát elsősorban nem azt nézzük. Ráadásul ugye nem is alkalmas egy hivatalos bejelentésre, hanem igenis a polgármesteri hivatalnak az ügyfélszolgálatát, akár írásban, e-mailen, van egyébként egyéb üzenőfelületünk is, vagy telefonon jelentsék be, és azonnal ki tudjuk küldeni a közterület felügyelőt, ki tudjuk küldeni az ürömi gyepmestert is. Egy ugye alapvető probléma az, hogy ha a kutyák jól vannak tartva és jó körülmények között vannak, akkor a kutyákat nem tudjuk elkobozni. Pedig ez lenne a leghatásosabb fegyverünk a bírság mellett, mert van, aki tehát a bírságot kvázi röhögve kifizeti, de az elkobzás azért az elég nagy tehertétel lehet, de nem, tehát arra nincsen lehetőség, tehát az egy aránytalan sérelem lenne, még akkor is, hogyha notórius a kutya. Tehát mi megpróbáljuk meggyőzni, és én úgy látom egyébként, hogy itt azért előbb-utóbb ez meggyőző lesz az eredmény. Szóljanak jelentségbe. Köszönöm. Köszönöm. Az úrnapi kör mellett ráállítottunk sátrat, ugye a lombsátrat kell állítani, és elmentünk lombot vágni. Találtunk egy ígéretes új helyet a téglagyár bejáratával szemben, most ezzel felfedtem a lapokat, de viszont amikor kicsit beljebb mentünk, akkor azért elborzadtam. Tehát van ott egy belebetonozott plac, ami gyakorlatilag illegális szemétlerakóként üzemel, van ott szerintem minimum 20 fuvarnyi szemét. Most nyilván majd lesz földnapja, meg nem tudom én, amikor ezt majd valamilyen módon el fogjuk tüntetni, vagy ha van rá rövidebb út, akkor ebbe az irányba mennék, de egyszer már sikerrel járt a hivatal ezügyben kamerafelszerelés, egyéb ötletek, hogy hogyan lehet ennek elejét venni, mert a szemét hasonlóságából ítélve ez megint nem 20 különböző szennyező, hanem valószínűleg egy-két szennyező 10-20 alkalommal. Tehát meg kéne találni a felelőst, és szerintem helyre igazítani a dolgokat. Ez a téglagyár bejáratával, tehát a betonüzem bejáratával szemben van a túloldalon egy út befelé, ott jobbra el kell kanyarodni, és megmutatom térképen. De várj, ez az út és a vasútpálya között? Így van. Akkor tudom, hol. Az, igen, mert ott a téglagyárnak volt egy lerakója. Igen, tudom, hol van. Másik téma, kátyúzással kapcsolatban most már nyár van, és lehet kátyúzni, tudom, hogy a falugazdáknak valamiféle apparátja erre a célra van is.
Azzal a kérés, hogy elég sok helyen kikezdte a tél az aszfaltot, például a templom téren az orvosi rendelő előtti kanyarban is, ami konkrétan nagyon szem előtt van, de ezen kívül számtalan hely van, például a Györgyhegyről kaptam több bejelentést. Úgyhogy az lenne a kérés, hogy most egy konkrét helyeket nem mondanék, de szerintem, hogyha elindulnak a kátyúzógéppel, akkor meg fogják találni a faluban közlekedve, szerintem 15-20 helyet legalább a forgalmasabb utak kapcsán bárki össze tud írni elég gyorsan. Ha kell lista, én is szívesen küldök a általam látogatott helyekről. Egy apróbb dolog, örömmel láttam, hogy a utcaseprőgép az üzembe került, és nagy erőkkel dolgozik, nagyon szép munkát végez, úgyhogy én sok pozitív visszajelzést kaptam róla. Mondjuk gyerekkoromban ezt mi kézzel csináltuk a saját portánk előtt, én annyira nem szerettem annak idején ezt csinálni, de szokás volt. Viszont egy ponton azért kérnék még segítséget, a Bokor utca felső részén, ott a söprőgép az elment, viszont a útpatka és a benőtt növényzet alja, ért föld és minden más, ez egy jó másfél méterre belóg már az útra. Tehát ezt valamikor leaszfaltozták, és nem kéne visszaadni a természetnek, tehát az lenne a kérés, hogy valahogy hódítsuk vissza ezt a részt, és a patkáig próbáljunk meg a útszal visszamenni. Ez olyan egy másfél méter róg rá már, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni, mert ahhoz drága az aszfalt, hogy utána ne használhassuk. Az utolsó dolog, ami nem is tudom, kérdés, vagy inkább észrevétel, ugye parkolással kapcsolatban hangzott már el sok minden. Én egy másik aspektust vetnék itt fel. Annak idején ez magától értetődő volt, hogyha valaki egy kertesházba költözik, építkezik, és van autója, vagy akár több autója is lehet, akkor úgy alakítja ki a portáját, hogy az autóval be tudjon állni, esetleg garázsa is legyen, és ez magától értetődő volt, hogy nem szerette senki az utcán tárolni az autóját, mert poros lesz, feltörik, ellopják, meghúzzák, mi egymás. Most hála jó Istennek, ugye az autólopások száma az csökkent, az autófeltörések száma csökkent, és ennek örömére a ingatlanon való gépkocsi tárolásra való hajlandóság is csökkent. Látom most már építkezéseknél is, hogy eszükbe se jut a uraknak, hölgyeknek az, hogy ha egy kertes házba költöznek, akkor próbálják a lehető legnagyobb négyzetmétert beépíteni, és föl sem merül az egyébként, hogy hogyan fog ő megállni, hogyan fognak majd a születésnapjára érkező vendégei megállni, hanem a legnagyobb természetességgel kirakják az utcára, az ingatlan elé az autókat, úgyhogy tehát igazából a közterületet használják gyakorlatilag a saját gépkocsiuk tárolására. Én azt gondolom, ezt valahogy akár a rendezési tervbe, akár a település egyéb szabályozási dolgaiba bele kellene foglalni, hogy tehát az utca, amit leaszfaltozunk azért, hogy közlekedni lehessen rajta, az nem arra szolgál, hogy az autókat tároljuk rajta. Én nem gondolnám ezt normálisnak, mert most egyre több utcában van már az a helyzet, hogy azért kell szlalomozni, meg várni szembejövőt, meg nem tudom én, az egyébként két autó széles utcában gyakorlatilag sorban állnak az autók, változó egy-két oldalon, miközben egyébként az ingatlanon még ráadásul lenne is hely. Tehát be is tudna állni, hogyha venné a fáradtságot. Én azt gondolom, hogy ebben legalább középtávon előre kellene haladnunk. Ugye a pihenőparkoló vagy pihenőövezetbe ott egyébként sem lehet az utcán gépkocsit tárolni, ugye több helyen volt ilyen kérés, hogy az övezetet soroljuk át ilyen formán. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba mozdulnunk kéne, mert az előbb-utóbb egy nagy parkoló lesz az egész faluból, és ez nem kívánatos. Köszönöm. Köszönöm szépen. A legutóbbi kérdésekre, hát lakópihenőövezet az necces, ugye azt legfeljebb ott lehet, ahol van kijelölt parkolóhely. A lakópihenőövezetben ugye behajtási meg sebességkorlátozási szabályok vannak. Ja, és le kell szedni minden elsőbségadás táblát, mert ugye a lakópihenőben ott minden jobbkezes, tehát ott nincs
elsőbségi rendszer. Teljesen egyetértek egyébként veled, ott a Kert utca is, ahol ráadásul, mivel az a pályázat így szólt, amilyen azóta is csoda, hogy így írtak ki egy pályázatot, hogy a pályázatban benne volt, hogy megépíthetjük az ügyfeleknek az aszfaltozott bejáratot is, amit ugye mindenkinek magának kéne megépítenie, de az a pályázat akkor 2009-ben így szólt, és hát... Én is elég szomorúan tapasztalom, hogy az ember kikanyarodik a Kert utcára, és akkor ott állnak sorba az autók. Tehát mikor ott tényleg kertes házak vannak. Egyébként a HÉSZ ezt kezeli, tehát a HÉSZ-ben ez benne van, de majd a HÉSZ módosításban felvethetünk valamit. A másik megoldás ilyenkor várakozási korlátozás, tehát hogy ne hagyhassák kinn az autókat mondjuk az adott útszakaszon, ahol ez konkrétan és jelentősen és sokszor és közlekedést akadályozó problémaként megjelenik. Ehhez nem kell HÉSZ, ehhez a közlekedési bizottságnak egyetlen döntése kell, és már viszik is a táblát a fiúk. Kátyúzás valóban, most már úgy tűnik, hogy kész a kátyúzógépünk, még nem tudom, hogy már a próbaüzeme is megvolt, de nagyon szép, tehát remélem, hogy el tudunk kezdeni kátyúzni. Itt kapcsolódva egy kicsit ahhoz, amit a jegyző úr is mondott, innen üzenem mindenkinek, egész Solymárnak, egy közösségi oldalon beírt okoskodás az nem minősül hatósági bejelentésnek. A legnagyobb ilyen közösségi csoportból ki is léptem, hogy ne is gondolják, hogy én azt olvasom. Tehát nem is, ha akarom, se látom. Akinek közterületi problémája van, kátyú, stb. Ilyesmik, bejelentés@solymarért.hu vagy a www.solymarért.hu-n a Solymári Település Üzemeltetési Kft. Honlapján ott vannak a kontaktszámok, ide kell bejelenteni. Ha ide közvetlenül bejelentik, akkor gyorsabban lehet orvosolni a problémát, ha nekem írnak, akkor is, csak akkor lassabban, mert akkor én jelentem be oda nekik. Úgyhogy ez, tehát a bejelentéseket itt tegyük meg, mert nekem hiába mondják, hogy már 25-ön írták a nem tudom melyik, én nem lógok egész nap a Facebookon, tehát nekem arra nincs időm. Van, sajnos úgy látom, hogy több ezer embernek viszont rohadt sok ideje van ebben a faluban. Úgyhogy ezekre a hivatalos csatornákra várjuk az ilyen bejelentéseket, vagy akár az info@solymar.hu-ra, tehát az ügyfélszolgálatunk e-mail címére. Utcaseprőgép kérdésében igen, fantasztikusan működik, döbbenetes mit szed össze. Tehát már valami ekkora háznagyságú kupacot borított ki a gyomrából ez a gép, körülbelül egy olyan nem is tudom, 2-3 köbméter vagy mennyi fér bele, amit felporszívóz, ugye, mert ez nem csak kefél, hanem porszívóz is, és már egy pár kefe egy hét használat után nullra el is kopott. Tehát ennek meg lesz az üzemeltetésének is az ára, de nem baj, tényleg szépen dolgozik ezt a Bokor utca felső részén, ezt a cserésedést, befüvesedést, ezt megnézzük akkor. Vannak olyan nehéz pontok, ahova a drótból készült kefét kell felszerelnünk, tehát ugye kétféle körkefe van, ezek kb. Ekkora, ilyen, mint egy súroló kefe, olyan csak kör alakú, és van drótos, meg van ilyen kemény műanyag, azt hiszem eddig a kemény műanyagot használták. A drótossal lehet úgy igazán gazt, meg ilyen nagyon benőtt részeket kikotorni. Meg volt minden, ugye? Herendi Szabó Csilla. Köszönöm. A Cserje utcában van egy nagyon kedves állattartó. Nem tudom, hogy ki érzi vagy nem érzi. Tavaly óta mi szenvedjük ennek a bűzét, most bocsánat, hogy így mondom. A Márknak ezt többször jeleztem, hozzám is többen fordultak. Esténként elviselhetetlen. Tegnap a Cserjéből sétáltam haza, az avaron, ha úgy jön egy légáramlat, az avaron elviselhetetlen volt, és nálunk a Mező utcába. De ez annyira, tehát általában ilyen este 8-9 óra tájékán, hogy van, amikor ablakot nem tudok éjjelre hagyni, nyitva hagyni, mert egyszerűen, bocsánat, szart, mint hogyha az egész lakásom szar lenne, elnézést a kifejezésért, tehát ezzel már valamit muszáj, hogy kezdjünk. Baromfit. Aha. Ezt tudja Márk.
Úgyhogy ebbe kérnék egy hathatós intézkedést, mert a tavalyi nyárat azt végig szenvedtük, itt megint elkezdődött, jeleztem a jegyző úrnak ezt már több ízben, felém is jelezték már ott a környéken lakók, hogy valamit csináljunk, és ezt szeretném továbbítani. Köszönöm. Úgy jön a légáramlat. Köszönöm szépen. Igen, eljutott a jelzés hozzánk még tavasszal. Én magam is több alkalommal kint voltam. Ugye magát az állattartást alapesetben nem korlátozzuk. Itt az egyed létszám az magas volt tavasszal, az korlátozva csökkentve lett. Szomorúan hallom, hogy nem javult a helyzet, mind a mellett, hogy elég gondosan rendben tartják, és mi folyamatosan, tehát kérés nélkül, vagy bejelentés nélkül is kimegyünk ilyen utóellenőrzésekre. Ezt meg fogjuk tenni akkor hamarosan megint, sőt, lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogyha lehetséges szakhatást megvizsgálnánk máshol is, tehát ott, ahol konkrétan bejelentették, tehát képviselőasszonyhoz is, hogyha be tudunk menni, Akkor megnézzük, mert én magam, amikor kint voltam az ellenőrzésen, nem tapasztaltam olyan szakhatást, pedig tényleg tehát arra törekszünk, hogy objektíven, tehát próbálom elképzelni, hogy milyen lehet a szomszédban elviselni a körülményeket. Nem volt olyan szakhatás, ami miatt ez probléma lett volna, de nyilvánvalóan minden bejelentésre el kell járnunk, és hogyha ha olyan, akkor korlátozni fogjuk az állattartást. Köszönöm, Csaba. Köszönöm szépen. Két dologról szeretnék szólni. Az első Dalos Attila képviselőtársunk kátyúzása kapcsolatos észrevételéhez csatlakoznék abban az értelemben, hogy valóban most teremtődtek meg a feltételei annak, hogy műszakilag korrekt kátyúzás történjen, és így a Kft. Egy rendszeres, éves havibontásban elkészített ütemterv alapján tud dolgozni, ők követik, nyilvántartják, tehát nagyon bölcsen teszed, hogyha jelzed nekik, mert akkor az ütembe be tudják állítani, és végre is fogják hajtani, és véletlenül akkor most már műszakilag is korrekt megoldásokra jutnak, mert én a Kerekhegyen azt tapasztaltam, hogy hiába végezték el a kátyúzást, rövid időn belül kiverődött, feltöredezett, mert nem volt felkészült a Kft. Tehát csak megerősíteném, amit észrevételeztél. A másik téma pedig a kérdésem, hogy a Selkuttól az Anna kápolnáig, az az életveszélyes közút melletti murvás szakasz, milyen esélyt láttok arra, hogy ez az életveszélyes állapot megszűnjön, tekintettel egyébként a COVID járvány ideje alatti óriási turista forgalomra, mely ettől független másik kérdés, de én azt látom, naponta járok el ott, hogy életveszélyes, tehát amikor Wismayer pályázatot nyújtunk be, akkora beszakadásokra, mint amekkora a szomszédban van, ott a teljes útszakasz legalább akkora gödrökkel, árkokkal rendelkezik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az utolsó részére a kérdésnek a Wismayer pályázat alapfeltétele, hogy önkormányzati tulajdon károsodására adható be, tehát passz, itt a vége. Ugye ez az útszakasz a Rózsika utcai kerítésektől kb. Úgy a Hidegkúti Kálváriáig állami terület, tehát beleértve az állami erdőt, az állami közutat, tehát ott sehol nincs önkormányzati terület sajnos, tehát ez a mind az útpályatest, mind ez a bizonyos rondapatka, mind a vízelvezető árok, mind az a járda, amit nemrég aszfaltoztunk pár éve, és még onnan egy-két méter, és utána az erdő, ez mind állami terület sajnos, tehát nem a mi területünk. Ezzel együtt mi lögdössük a közútkezelőt, hogy csináljon vele valamit, akkor a közútkezelő időnként ki szokott jönni, hoz egy pár teherautó murvát, szépen elterítik, ledöngölik valamennyire, és aztán mit tudom én, a következő két-három eső az úgy visszaalakítja azt a Grand Canyon Arizona sziluettet. És igazán az a, én azt látnám ennek egy végleges megoldásának, hogyha ez a szakasz megkapna egy aszfaltot, így talán be tudjuk lejteni a pályáról érkező vizet a vízelvezető árokba, és mondjuk ez kvázi a 64-esnek egyfajta kapaszkodó sávként működhet. Hát viszont ez azért
a két buszmegálló között, tehát a Kökörcsin öböl meg az Annakápolna öböl között, hát egy olyan 630-680 méter, körülbelül ennyi lehet a távolság a kettő között. Ezt úgy megcsinálni, hogy a pályához illeszkedjen, és persze ne boruljon így az egész le, hát az a világ minden pénze lenne. Tehát itt egyelőre csak annyit tudunk tenni, hogy a közútkezelőt lögdössük ebben az ügyben. A Covid első hullámakor megvolt a hatásköröm, hogy lépjek, azonnal meg is tettem, és lezárattam az egész területet, hogy ne mászkáljanak oda az emberek tömegesen, mert tényleg volt olyan, mikor nekem is satúfékeznem kellett, mert kitámolygott egy kisgyerek a két kocsi közül, tehát tényleg egy valóban egy balesetveszélyes helyzet. Ennyi, tehát a Magyar Állam tulajdon a közútkezelőt tudjuk lögdösni, ennyi a hatásunk. Egyébként a közútkezelő most megtáltosodott legutoljára, mert nem tudom, észrevettétek-e, de a másik oldalon szépen végighántolták a Selkútig az egész patkát, tehát végre történt valami, bár ott is volt olyan tulajdonos, aki ellenállt, és előtte nem lehetett megcsinálni. Cserangéla? Csak reagálni szeretnék, amit mondtatok a kártyúzással kapcsolatban. Most voltunk kint felügyelőbizottságon a KFT-nél, megnéztük a gyönyörű telephelyüket. Nem akarok dicsekedni velük, de olyan példás rend van, olyan gyönyörűen rendbe tartják az egészet, hogy öröm volt nézni. De én is rákérdeztem a Feldhofer úrnál, hogy a kátyúzással, hogy állunk, és azt mondta, hogy azért még személyi feltételek hiányában szenvedünk, még különböző képzéseken kell, vagy bele kell tanulniuk tulajdonképpen ebbe a kátyúzásba, meg talán embert is kell hozzá szerezniük. Úgyhogy még úgy azonnal nem várhatjuk, hogy sajnos, hogy használjuk. Szóval ez egy olyan szerkezet, ugye, amiben van egy olajégő, van benne egy ilyen forgódob, gyakorlatilag martaszfaltot meg minden vackot lehet beledobni hozzá, a megfelelő mennyiségű kátrány, bitumen, emulziót, akármit, tehát ennek megvan a technológiája. Ebből kell nekik kikeverniük egy olyan anyagot, amelyik úgy megfelelő hőmérsékletű, konzisztenciájú, és aztán meg is fog kötni, és ugye ezt lehet majd melegen bedolgozni. Ugyanis a Solymegy Település Üzemeltetési Kft. Eddig meleg aszfalttal nem kátyúzott. Tehát amit ő csinált, az mindig hideg aszfalt volt. Az valóban, az egy nagyon kétesélyes dolog. Én tudok olyat mutatni az Anna utcában, amit a Vig Bécivel 12 éve tettünk bele, és még ott van. Van olyan, amelyik a tavaszra kiesik a helyéből, tehát ez egy elég lutri dolog, pedig tényleg kisöprik, disznópörzsölővel, ilyen gázfákjával felforrósítják, beledöngölik, amennyire tudják. Sajnos ez igazán a meleg aszfalt a megoldás, reméljük, hogy ez a gép most már üzembe helyezésre kerül, és tényleg tudják működtetni. Egyébként jelenleg felújítás alatt van, már bevitték a műhelybe, tegnap személyesen is megnéztem a nagy forgó kasszájukat. Tehát ugye az Unimoghoz adtak egy olyan kaszát, amit a közút is használ, amivel a főutak szélén lehet menni, ami, hogyha van egy ilyen útjelző tábla, akkor így körüljárja, és így szépen kaszálja végig, tehát most már ilyen gépünk is van, előutóbb az is be lesz üzemelve, csak legyen rá ember, aki fölül. Jó, egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, 18 óra 43 perc, mindenkinek köszönöm a jelenlétet. Abban az esetben, ha rendkívüli ülésre lesz szükség, akár közbeszerzés, akár pályázati vagy egyéb döntés miatt, akkor körimél egyesével felhívunk mindenkit, ezek általában egyszerű döntések, de 6 embert össze kell gerebéznünk akkor is, hogyha strandol mindenki. Köszönöm szépen!